Tisztelettel köszöntöm mai ülésen megjelent képviselőtársainkat, valamint meghívott vendégeinket. Megállapítom, ülésünk határozott képes, mint a 12 képviselőtársam az ülésen jelen van. A képviselőtestület ülést megnyitom. Az elmúlt időszakban Csongrád városa, Csongrád város közössége több olyan polgára is eltávozott közülünk, akik egy-egy szakterületen jelentőset alkottak, és az önkormányzat szakmai díjakban részesítette. Dr. Görög Ferenc nyugalmazott háziorvos, akit egészségügyi szociális díjjal tüntettünk ki. Gyapjas Mihály volt közegészségügyi és járványügyi felügyelő, akit közegészségügyi és környezetvédelmi díjjal tüntettünk ki. Majd Vince Mária volt humánpolitikai vezető, akit pedagógiai díjjal tüntetett ki a képviselőtestet. Kérem, emlékünknek egy perces néma felállással adózzunk. Mai ülés napi rendjét a kiküldött meghívó szerint bocsátom szavazásra, úgyhogy minő meglepetés, most nincs sürgősséggel felmendő téma. Kérdezem, aki így elfogadja a képviselőtestület napi rendjét, azt kérem készenlőtársra szavazza. Egyhangú, köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy mai ülésen a közmeghallgatásra tekintettel az SMS előírásai értelmében interpellációra nem kerül sor, tartalékolják interpellációikat december 21-ére. Két képviselőtársunk jelentkezett napirend előtti felszólással, Lackó Zsolt képviselő úr napirend előtt hűtlenkezelés témában, és Murányi László képviselő telefon témában kíván hozzászólni. Adom a szót Lackó Zsolt képviselőtársamnak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Következmények nélkül országba élünk, így csak megemlítem a hűtlenkezelés gyanúját, és nem is várok semmilyen elmarasztalást, illetve elszámoltatást. De a múltkori testület ülésen a polgármester úrtól elhangzott a bányatavak áron aluli értékesítése. Én ennek hallatán vettem elő a fél éve kikért adatokat a bányatavak eladásával kapcsolatban. És ebből megítélve feltételezhető a hűtlenkezelés, mivel áron alul lett értékesítve a három bányató. A 3 millió körüli összegért lett értékesítve. Az új tulajdonos rögtön 10-szeres áron hirdette egyéb internetes portálokon. És nem sokkal a 10-szeres ár alatt el is kelt a bányató. Hál' Isten most jó kezekben van, de úgy gondolom a 10-szeres ár egy kicsit nem reális. Az elmúlt 2010-14-ben a ciklus jellemzője az volt, hogy mindent eladtak, áron alul mindent eladtak, egyetlen egy fejlesztés hajlottak végre a városba, a Szentesi kerékpárutat, ami majd most gondolom polgármester meg fog említeni, hogy mekkora bajban van miatt a város, mert azt se sikerült hibátlanul befejezni a Szentesi kerékpárutat. A Holtisza partján egy lőtér került eladásra, szerintem áron alul az is, és egy aranytojás tojótyúk is elkelt a főutcai gyógyszertár, ami hatalmas bérletdíjat szeret havi szinten, így potom két évi vagy két és fél évi havi díjért el lett adva. Szeretném, ha ezt kivizsgálnánk azért, akár a jogi ügyrendi bizottság, vagy amelyik bizottságnak megbízná a polgármester úr, és utána néznénk ennek a három esetnek, esetleg ahol találunk még több esetet, annak is köszönöm. És tudom, hogy erre nem kértem napirend előtt, de van egy kis probléma a Vasút utcai átjárónál, úgy gondolom, a forgalmi változással kapcsolatban. Kérdezem polgármester urat, hogy ki a felelős a kialakult élet- és balesetveszélyes helyzetért. Miért nem volt a testület előtt a módosítás a tervekről? Miért kellett az éleple alatt kialakítani az új forgalmi rendet? És kérném vissza a régi forgalmi rendet,
visszaállítani, úgy gondolom, hogy most nem késő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, erről majd a napi rendelőttiek előtt beszélek. Felvetésekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a bizottságot meg is nevezte, azért két-három dolgot szeretnék csak hozzátenni. Minden esetben értékbecsés alapján történt az értékesítés. Én is megnéztem a bányatavak aktáját, még nyilvános árverés szerű is volt meghirdetve. Minden esetre gyanús, hogy az értékesítés követő harmadik évben, nem az értékesítés követően, egy fél évvel már 41 millió forintért volt fönn egy internetes honlapon az ingatlan, amit az ön által elmondott árért értékesítettek. Hála Istennek, én is azt mondom, most jó kezekben van, rendezve lett a környék, de tény, hogy ennek a tónak nem 3 millió forint volt a értéke, hiszen nem önmagában visszavetett, hanem hozzá több hektárnyi területet is vettek, amit hogyha csak legelő művelési ágban tartanak, és művelési ágat változtatnak, mert ez egy agyaggödörként volt nyilvántartva, már akkor körülbelül 2 év alatt visszajött volna ez a pénz. A többivel kapcsolatban többet nem tudok mondani, a kerékpárútra ki fogunk térni, van egy tájékoztató önök előtt. Adom a szót Murányi László képviselőnek. Mester úr, képviselőtársam, Rím Csongrádiak. Szinte nincs olyan testületi ülés, hogy ne hangozzék el képű interpellációba különböző szolgáltatók Csongrádi kivonulása, bevonulása, mikor mi, és mindig reklamálunk. A város a maga módján megtesz mindig mindent, magyarán a szolgáltatókat értesíti, az interpellációt egy-egybe átadja, akár legyen az áramszolgáltató, gázszolgáltató, de sorolhatnám, hát sok szolgáltató van, akiknek nem itt van a székhelyük, de vagy nyitnálunk irodát, vagy nem. Nemrég, talán egy 3-4 évvel ezelőtt a telefonszolgáltató, a T-Mobil is kivonult tőlünk, és átment Szentesre. Én csak köszönettel szeretném mondani csongrádiaknak, hogy 21-e óta köszönet a város segítségének is, hiszen reklamált a város, újra szolgáltat Csongrádon a T-Mobil. Ennyi az egész interpelláció, és hogyha lehetséges, egyetlen egy szót hagyd mondjak, ez az út, amit az előbb itt elhangzott, közút, tehát nem Csongrád városi útja. Körülbelül 9 éve vagy 8 éve az elkerülőt óta minden évben a rendőrség, a DAK, tehát még a DAK bevonásával, a közút bevonásával, mert nem városi út, közút 90%-a területbejárás van. És a szakemberek ezt a lehetséges megoldást találták ki, ezt mondom, mint részbe érintett képviselő, hiszen az út egyik oldalán én vagyok a képviselő. Az éjleple alatt meg azért történt a festés, mert hát hogy nincs forgalom éjszaka, és akkor tudják gondtalanul lefesteni, tehát nem valami titkos dolog volt. Köszönöm szépen, és akkor röviden, tényleg nagyjából itt már érintették a képviselők a Vasút utca sarkán kialakult forgalomrendet. Hát nem volt forgalom, én forgalom voltam, mert akkor értünk az a Lengyelországból este 11-kor hétfőn, és meglepve láttam, hogy főfestik az új parkolókat és az új forgalmi rendet. Úgy körülbelül aki ott ült a kocsiba, azt tudja, hogy azt mondtam, hogy már ebből rögtön balé lesz. Tekintve, hogy ez nem volt azért teljesen megszondázva. Mint emlékeznek, a képviselők korábban két kereszteződéssel kapcsolatban internetes szavazás volt, az egyik a Lidl áruház kereszteződése, ahol arról kérdeztük a lakókat, hogy jelzőlámpás vagy nem jelzőlámpás forgalom, ott elég sok szavazattal jelzőlámpás, ezt meg is terveztettük, tehát ennek a kialakítására források esetén van lehetőség. A másik ilyen, a Művelődési Központ Bíróságnál szintén kész tervekkel rendelkezik, kettő kereszteződésre nem készülhettek el a tervek. Az egyik, ami talán a legveszélyesebb mostanság, az a Zsinór utca, fő utca kereszteződése, tekintve, hogy ez állami út, tehát közút, és a másik ilyen az Alsút utca, fő utca, ami szintén közút. Régi problémája volt az ottani árusoknak, hogy parkolóhely nincs. Ennek megfelelően már több éve Murányi képviselő ebben interpellált, illetve, ahogy mondani szokták, motorozott, közúttal felvette a kapcsolatot, és egyeztetések zajlottak. Én úgy gondolom, hogy a viszont így kialakult megoldás nem mindenki érdekével azonos. Ezt másképpen kell megoldani, ott még van annyi zöld felület, hogy beljebb süllyesz a mély parkolókkal, sáverhúzással,
parkolót, mellett elhaladó sávot és kanyarodó sávot is ki lehessen alakítani, csak az lehet végső megoldás. Én úgy gondolom, hogy minden autós nevében mondhatom én is, amikor végigmentem arra, automatikusan lehúzódtam a kitérő sávba, tehát ez a megoldás nem jó. Közúttal haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot, hogy milyen más műszaki megoldással lehet mindenki érdekét figyelembe véve ezt a kérdést megoldani. Ezt a forgalmarendet pedig szeretnénk még a jövő hét folyamán, hogy sikerül dűlőre jutni velük, visszaállítani, mert én attól félek, hogy itt a megszokásból való vezetés miatt előbb-utóbb baleset fog történni. Ez én úgy gondolom, hogy nem véletlenül nem ment át valószínűleg ez a megoldás kétszer a rendőrség szűrőjén. Tehát ebbe lesz változás, de úgy szeretnénk, hogy az a cél, amit egyébként a helyi járósok is, hogy valamilyen parkolás legyen, az vagy a mellék utcákba, vagy a út mellett, de elbontva a szegét és beljebb víve, megoldható legyen. Ez persze összegében több, mert ráadásul tervköteles, de ez így nem megoldás, mert én úgy gondolom, hogy eddig is nyugodtan mondhatom, hogy kicsit volt egy orosz rulett képe, hogy eddig senki nem ment neki. Talán annak is köszönhető, hogy két-három parkoló még nem oldja meg a dolgot, főleg nem úgy, hogyha az ott dolgozó parkol a parkolóba, és nem az oda igyekvő vásárló. Hiszen a boltnak, és erre van szabályzatunk, parkoló megváltást kell kezdeményezni. Az egyik ilyen kisebb üzlet pont ma délelőtt keresett meg, és ő hajlandó magának parkolót beljebb megváltani. Tehát ezt rendezni kell. Három parkoló nem oldja meg az ottani árusok dolgát, viszont felborítja a város megszokott közlekedését. Jó, tehát ezt szeretném mondani, egy állami közútról van szó, nem az önkormányzat képviselőtestete döntött róla, ez csak a Facebookon vélemény nyilvánítóaknak mondom, hogy nem kell szidni a képviselőtestületet, mert nem a képviselőtestület útjáról van szó. Van, amikor jogos a kritika, de ebben az esetben egy állami úton történő állami forgalomkorlátozási beavatkozás volt. És hogy miért állami út? Azért, mert amikor az önkormányzat átvette az utakat, akkor egy nagyon faramúci helyzet alakult ki. Az állami út csak akkor lehet állami út, hogyha állami úttal érintkezik. Ezért a átadás után a Kéttemető út, igen, Kéttemető út befele Erzsébet utca, balra el Vasút utca, ott jobbra el Fő utca, és balra el Zsinór utca, azért, hogy össze legyen kötve a Csépai úttal, illetve a Fahíddal, ez állami tulajdonban maradt. Tehát ennek az állam a kezelője is. Erre nem terjed ki az önkormányzat hatásköre, ezért készült forgalom megosztási, vagy hát forgalom biztonsági terv a két önkormányzat tulajdonban levő kereszteződés, ahol egyébként elég sok baleset van, és ebbe feltétlenül a jövőben lépni kell. Reméljük, hogy valami pályázatot írnak ki. Mi voltunk a rendőrség partner találkozóján, Nagypál képviselő is volt, mint a polgárőrség vezetője, és ott elhangzott, hogy gyakorlatilag minden bűncselekményben jelentős visszaeső, minden ügyben inkább így mondom, jelentős visszaeső bűncselekményekben különösen, de a közlekedési balesetek száma az szépen megnőtt, és ezek döntő része az kerékpáros autóval történő találkozása 4-5 kiemelt kereszteződésbe. Tehát ezt úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy melyik ezek a kereszteződések, nincs olyan hét, hogy ne lenne egy kerékpárossal baleset. Ezt meg kell oldani közösen az önkormányzatnak, mint útgazdának, illetve a rendőrségnek. Jó, köszönöm a hozzászólásokat. Rátérünk Csongrád város sportkoncepciójára 2018-22. Egy előterjesztő indítványt teszek a bizottság javaslatok alapján. Határozatjavaslatba kérném foglalni, hogy képviselőtestület köszönetét fejezi ki azon cégeknek, amelyek TAO-s támogatásukkal segítik Csongrád város sportfejlesztését. Tehát előterjesztőik. Köszönöm, és akkor adom a témában illetékes bizottság elnökének, Bartokné Vince Zsornának a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Több dolog indokolta ugye a sportkoncepció elkészítését, először is az eltelt 5 év, hiszen 5 évre szólt az előző koncepciónk, ez az idén lejár. És több olyan változás is történt, amely indokoltá tette, hogy egy kicsit frissítsünk rajta. Egyrészt pontosan a TAO támogatások, mint lehetséges forrás megjelenítése, a mindennapos testnevelés bevezetése.
illetőleg a megvalósult célkitűzések miatt is aktualizálni kellett a sportkoncepciót. Elkészítésében nagyon nagy szerepet vállalt a polgármester úr, a sportreferens, illetőleg köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak az egyesületeknek és egyesületi vezetőknek, továbbá azon intézményvezetőknek, akik éltek a lehetőséggel és javaslataikat eljuttatták hozzánk, akár személyesen a november 3-án tartott egyeztetésen, vagy pedig egyéb módon. A felépítése, a vázlata gyakorlatilag az eddigieknek megfelelő. Két fő részre bontható a koncepció, tartalmaz egy helyzetelemzést, amely több részterületre fókuszál, illetőleg a célkitűzéseket, fejlesztési elképzeléseket tartalmazza. A helyzetelemzés részben több részterületet taglal a koncepció. Egyrészt magát a sportirányítást, tehát gyakorlatilag, hogy a városnak milyen kapcsolata van a helyi sportélettel, hogyan próbálja esetleg azt segíteni, hogyan támogatja, milyen feltételeket biztosít. Ez a rész taglalja a létesítményi feltételeket is. Szerencsére elmondhatjuk, hogy az eddigi koncepcióhoz képest nagyon sok fejlesztés, amely abban még tervként szerepelt, időközben megvalósult. Ilyen például a sportszálló kialakítása, akkor a sporttelepen a műfüves pályák megvalósultak, nem utolsó sorban az uszoda elkészült, illetőleg egyesületi szinten is nagyon sok olyan kisebb beruházás történt infrastruktúrális tekintetben, melyhez az önkormányzat is vagy minimum egy tulajdonosi hozzájárulás formájában, de akár önrész formájában is hozzájárult. Tartalmazza az anyag az óvodai és az iskolai testnevelés helyzetét. Az óvodák szintjén ugye a mindennapos program része a gyermekek mozgáskészségének a fejlesztése, de lehetőség van a piciknek is külön foglalkozásokon részt venni. Ezek egy részéhez az egyesületek segítségét veszik igénybe. Ilyen a Vízilabda Egyesület keretében szervezett vízhez szoktató programok, a Dr. Papp László Birkózó Egyesület által tartott birkózó foglalkozások, foci, néptánc, mazsorett és egyéb programok állnak a kicsik rendelkezésére. Az iskolák életében nagy változást hozott a mindennapos testnevelés bevezetése, illetőleg a NetFit felméréseknek az elindítása. Az iskolákban a testnevelők munkaközössége az, aki oroszlán részt vállal a programok kidolgozásában és végigvitelében. Az iskolai versenysport pedig változatlanul a diákolimpiai rendszerben valósul meg. Taglalja az anyaga szabadidősport helyzetét, amely egyrészt áll a városi tömegsportrendezvényekből, másrészt azokból a lehetőségekből, melyet az egyes egyesületek szerveznek a város lakossága számára, illetőleg új elemként itt szintén pályázati forrásból megemlíthetjük az EFFI-nek, az Egészségfejlesztési Irodának a tevékenységét. Külön kitér az anyag a fogyatékkal élők sportjára, ők terápiás úszás, illetőleg lovaglás keretében jutnak mozgási lehetőséghez, illetőleg nagyon népszerűek és számon tartott rendezvények azok, melyeket az intézményeik szerveznek. A FONI, illetőleg a Kisréti Otthon által szervezett sportnapokról van itt szó. A támogatások, elismerések terén is kitér az anyag arra, hogy egyrészt ugye anyagilag támogatja a város az egyesületeket, másrészt pedig szakmai elismeréseket nyújt számukra. Támogatás is ugye több formában valósul meg, egyrészt ugye a költségvetési keretből az úgynevezett egyesületi felosztható keret az, melyet minden évben számon tartunk, és a szakbizottság javaslatára a testület ítél oda. Létezik az úgynevezett városi sportbizottsági keret, vagy városi szabadidősport keret, melyet a város által rendezett sportrendezvényekhöz használunk fel, illetőleg ebből tud a bizottság évközben az egyesületek számára az eseti rendezvényeikhez, versenyeikhöz, vagy versenyre eljutáshoz támogatást nyújtani. Elismerésként pedig ugye a gyermekek részére a jó tanuló, jó sportoló és az eredményes sportoló díjakat szoktuk kiadni, valamint a különböző egyéni kategóriákat, például év ifjúsági sportolója, év felnőtt sportolója, a külső szponzorokat pedig az év sportmenedzsere díjjal próbáljuk elismerni és támogatásra ösztönözni. A fejlesztési elképzelések azért alapvetően mindig az anyagiak függvényei, de próbáltunk olyan dolgokat is belevenni a koncepcióba, melyek nem feltétlenül az anyagiakon múlnak. Sportirányítás terén megfogalmazzuk a koncepcióban, hogy növelni kellene azon szakemberek, illetőleg egyesületi vezetők számát, akik a különböző országos szövetségekben, ligákban még hatékonyabban tudnák a város érdekeit képviselni, illetve magunknak is törekedni kell arra, hogy talán egy picit szakítva az eddigi gyakorlattal nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogyha sporttémájú fejlesztési elképzelés van, vagy döntés születik, akkor előtte mindenképpen hatékonyan vonjuk be az egyesületi vezetőket.
A létesítményfejlesztéseknél azért még vannak függőben levő témák. Még egyelőre nem jutott a kivitelezés fázisába a TAO támogatásból megvalósuló vízilabda fedett uszoda, illetőleg a kézilabda munkacsarnok. Illetőleg vannak olyan fejlesztések, melyekhez kapcsolódóan a pályázatok már belettek adva, de még döntés előtt állnak. Ilyen például, ami régi vágya a sportpályát akár szabadidősport keretében használó csongrádiaké is, hogy normális salak, vagy még jobb lenne a rekordtám borítást kaphatna a futópálya. Illetőleg rendezendő kérdés, ez kicsit inkább jogi kérdés a Holtiszának a helyzete, egyrészt pontosan a szabadidősporthoz kapcsolódóan, másrészt a versenysporthoz kapcsolódóan, és nem utolsó sorban a sportturizmusnál is nagyon nagy kitörési lehetőség lenne ez. Az óvodai iskolai sportnál törekedni kell arra, hogy az eszközellátottságot mindenképpen javítani kell, ez főként az óvodákra vonatkozik. Itt akár az udvari játszóeszközök is érthetők alatta, hiszen a kicsik elsősorban napi mozgástevékenységüket ott végzik. Gyógytestneveléssel kapcsolatban is külső szakember véleményét kértük be, amit ezúton is köszönünk. Ezt az óvodáknál említem, hiszen alapvetően olyan szintű szakember és létszámhiány van sajnos a gyógytestnevelők körében is, hogy pontosan az óvodai gyógytestnevelés általában már kevésbé ellátott, mint mondjuk az általános iskolai vagy a középiskolai korosztály. És kedvező törvényi változás volt, hogy most már lehetőség van arra is, hogy szakirányú továbbképzettséggel rendelkező pedagógus is tartson gyógytestnevelés órákat. A versenysport és az utánpótlás nevelés terén tulajdonképpen a város egy dolgot tehet, és a koncepció is ezt fogalmazza meg, minden erejével támogatja a versenysportolókat kinevelő egyesületeket, és az utánpótlás nevelést nagy számban végző egyesületeket, ahogyan eddig is tettük. A fogyatékkal élők sportjánál van még tennivalónk, gyakorlatilag a sportlétesítményeink akadálymentesítését, ha lehet pályázati forrásból vagy egyéb módon meg kellene oldani. Illetőleg új elemként felvetődött az, hogy lehetőséget kellene biztosítani az úgynevezett e-sport keretében számukra is, hiszen ez egy olyan sportolási forma, melyben ők is teljesen ki tudnának teljesedni és jó eredményeket elérni. Évi egy verseny szervezésére tesz javaslatot az anyag ezügyben. A támogatásoknél és az elismeréseknél szükség lesz majd a rendeletünk átdolgozására, ugyanis igényként merült fel, hogy a csapatsportokat és az egyéni sportokat külön díjazzuk majd a jó tanuló, jó sportoló elismeréseknél is. A sport és a média kapcsolatát illetően pedig szintén az egyesületek részéről merült fel igényként, hogy nem mindig érzik úgy, hogy elegendő megjelenési teret kapnak a médiákban, legyen szó az újságról, a rádióról, de főleg a televízióról. Szívesen vennék azt, hogyha a helyi újságban szezononként megjelenne egy-egy kimondottan sporttémájú melléklet, mely tartalmazná akár a bajnokságok fordulóinak időpontjait, eredményeit, illetőleg a televízió is egy-két rendezvényre úgy vonulna ki, hogy utána akár egy egész kézilabda meccset, egy foci meccset meg lehetne nézni a televízióban. Mellékletként tartalmazza az anyag a közép- és rövidtávú intézkedési tervet, illetőleg szokás szerint a városban működő sportegyesületek névsorát, elérhetőségét. Én megköszönöm mindenkinek, aki az anyag elkészítésében közreműködött, és bizottságunk nevében is mi 3 igen szavazattal javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Murány László képviselőnek adom a szót, pénzügyi bizottság. Bizottságunk kötvében tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm dr. Somogyi Árpád képviselőnek adom a szót, mind az egészségügyi bizottság, mind a részönkormányzat tárgyalta. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az egészségügyi és szociális bizottság 5 fővel tárgyalta az előterjesztést, és 5 igennel támogatta azt, azzal a kiegészítéssel, amit polgármester úr is elmondott. Én úgy gondolom, hogy amit előterjesztőként, az úgy lenne helyes, hogy a fejlesztésekhez és működéshez, azt hiszem az nem volt benne, ha jól emlékszem ott a szövegben, tehát annyiban, ha kiegészítésre kerülne. Tehát 5 igennel támogattuk, a Bokrosi Városrészi Önkormányzat 7 fővel tárgyalta, és 7 igennel szintén támogatta ezt. Én nem szeretnék kiegészítőt hozzátenni, annyit viszont szeretnék kérni, és ez lehet, hogy a sportkoncepciónak teljesen nem része, de mindenféleképpen a hosszú távú
intézményekben lévő sportlétesítményeink üzemeltetése tekintetében, tehát értem itt például az általános iskolákban lévő tornatermeknek a kihasználtságának a növelése érdekében mindenféleképpen érdemes lenne leülni a klikkel, és átbeszélni, hogy ennek ténylegesen mik a költségei. Én úgy gondolom, hogy mivel a tulajdonosai mi vagyunk, és adott esetben ez csongrádi állampolgárok, akár gyerekként, akár felnőttként használják, itt mindenféleképpen hosszú távon egy elfogadható önköltségi bérleti díj volna az, ami elfogadható lenne. Én úgy gondolom, hogy sem a kliknek, sem egyéb üzemeltetőknek nem az a céljuk, hogy ebből haszon keletkezzen, hanem az, hogy minél többen tudják ezt használni, igénybe tudják venni, mert egy tornateremnek is akkor van értelme, mondhatnánk azt, ha szinte 24 órában használnák, ez természetesen egy irreális dolog, de mindenféleképpen, ha a kihasználtsága nő ezeknek a termeknek, létesítményeknek, azzal mindenki jól jár. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fábián György képviselőnek adom a szót, ügyvendi jogi bizottság. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, elnök asszony, szépen összefoglalta, hogy a koncepció milyen fejezeteket, illetve milyen fontosabb kitételeket tartalmaz. Véleményem szerint, aki nem olvasta el a koncepciót, az is képet alkothat ennek alapján magának arról, hogy ez a koncepció tulajdonképpen mit is tartalmaz. Ez indokolja azt, hogy a mi bizottságunk egyhangú igennel támogatja ezt a koncepciót, mindössze részletkérdésekre vonatkozóan vetődtek fel ilyen észrevételek. Az egyik ilyen volt a lövészettel kapcsolatban. A helyzetelemzés is tartalmazza, hogy ez eredményes, jól működő sportág a városban, azonban kicsit aggódva tekinthetünk a jövőbe, ami a pillanatnyi helyzetet illeti, a lövész egyesület, illetve a lövészetekre, hát olyan hely, ahol gyakorolni tudnának, pillanatnyilag nincs. Koncepcióban ez nem egészen illik bele, de abból a szempontból igen, hogy azt célul kell kitűznünk, hogy ennek a sportágnak a hagyományos, jó és eredményes működését támogatnunk kellene, és a feltételeit úgy kellene alakítani, hogy ez a következőkben is lehetséges legyen. A következő, ami fölvetődött, az a sportorvos ügye. Igazán én személy szerint se bánnám, hogyha Csongrádon lenne saját sportorvosa a városnak, aki rendszeresen rendelne a hét bizonyos napjain, és nem kellene arra várni, hogy Mincentről majd, ha megfelelő létszámban gyerekek összegyűlnek, vagy összeverbúválják őket, akkor ilyen sorozatban, mint a sorozáson, úgy végigvizsgálja a gyerekeinket. Itt élő orvos, aki kicsit másképp is néz a mi gyerekeinkre, nem csak darab-darab formában. Én nem akarom bántani, egyébként nincs rossz vélemény a mincenti sportorvosnak a munkájáról, de egy kicsit mögé is lát a dolgoknak. Egy ilyen sportorvosnak a helyi működtetését én mindenképpen az önkormányzat részéről helyeselném, ha támogatnánk. Ehhez szakorvosi végzettséget kell szereznie az illetőnek, aki erre vállalkozna. Én nem tartanám véteknek, hogyha ezt támogatná az önkormányzat, ha lenne ilyen vállalkozó szakorvos vagy sportorvosként, szándékozna a jövőben működni. A harmadik dolog, ami felvetődött, hogy a sportnak adjunk egy kicsit nagyobb teret, hírt a város propagandájában, meg a minden sajtóorgánumban, tömegkommunikációs eszközben. Megjegyzem, az írott sajtó rendszeresen foglalkozik, tehát nem lehet azt mondani, hogy ilyen nincsen, de lehetne ezt tovább színesíteni, például olyannal is, hogy bizonyos sportágakban városi versenyt rendeznénk az adott korosztályú gyerekeink vagy felnőttek számára, és ezeken éves rekordokat tarthatnánk például nyilván. Mindenki tudja, hogy Salgótarjánban például évente rendeznek magasugró atlétikai versenyt. Egy-két ágat, 100 méteres síkfutás, vagy nem tudom, valamit kiválasztva, a városnak lehetne olyan karaktert adni ilyen szempontból, amire a gyerekek is tudnának készülni, és aztán ez rendszeresen rajta lenne a honlapunkon, hogy íme 2017 bajnoka ilyen és ilyen eredménnyel XY. Tehát a gyerek is érezze, hogy hát nem csak egy elismerést kap, hanem rangja van annak az eseménynek. És a
Következő dolog még, amit itt elnök úr, Somogyi elnök úr az előbbiekben mondott, csak egy adalékot tennék hozzá, hogy a tornatermek, illetve az iskolai sportlétesítmények hétvégi nyitvatartására a 90-es években, vagy a 2000-es években már úgy lehet, a 2000-es évek elején volt. Ez voltak próbálkozások, és olyankor azt csináltuk, hogy az iskoláknak adtunk hétvégére órakeretet támogatásképpen, hogy nem tudom, ha 4 órát nyitva tartanak, bizonyos sportágakra adják be az igényüket, akkor erre a város, az önkormányzat anyagilag is támogatást biztosítana. Nem biztos, hogy ezt nem kellene tovább folytatni, vagy újból elkezdeni, mert ebben van igazság, hogy ott vannak a sportlétesítmények, és nem igazán használjuk pedig. A legeslegfontosabb azért a szabadidő sportnak, a gyerekek kedvel sportoljanak, mozogjanak, mert nem a túlterhelésről, nem arról van szó, hogy minőségi nagy teljesítményeket produkáljanak, hanem hogy örömmel végzett testmozgással az egészségük megóvásában tegyenek meg sok mindent. Mert hogy azért nem mozognak eleget, ez tartalmazza egyébként az anyag is a gyerekeink, ez tény és való, sőt lehet mondani, hogy összehasonlításban más országok gyerekeihez viszonyítva is mieink talán kevesebbet mozognak, ilyen kimutatások vannak. És akkor itt bejön ez az e-sport, ami újdonsága ennek a koncepciónak. Ugye elnök úrral is itt az előbb egy kicsit majdnem összeszólalkoztunk, hogy az e-sport hogy kerül a sportok közé. Mert hogy ez a helyben ülés, és ez nem különösebben aktív mozgással összekapcsolt sportolás, de hát tudomásul kell venni, hogy a mai világban ez már igen komoly szinten működő sport. Európában komoly csapatversenyek vannak, csak erről még a közvélemény annyira nem tud. Ez remélhetőleg a mi gyerekeink is csinálják egyébként ezt itt Csongrádon, de nem biztos, hogy csongrádi csapatokban. Hát én helyeslem, hogy ez benne van. Ennek a figyelemmel kísérését pedig javaslom, hogy ha esetleg itt jelentkeznek és kérik a támogatást, akkor valahogy próbáljuk már kideríteni, hogy mit is akarnak, meg hogy csinálják azt itt ebben a városban, ha ezek szerveződnek majd egyesületbe, vagy valamilyen formában, csapatokba szoktak ezek működni. Tehát ezeket figyelembe véve, négy egyhangú igennel, ez jó ez az anyag, az a koncepció, hogy mi lesz, meg mi fejlesztünk, benne van. Hát már valósulna minden meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bartókné Vince Zsuzsannának adom a szót. Képviselői kérdések, vélemények. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Köszönöm szépen a sportegészségügy kérdésének felvetését, mert ez valóban kimaradt az előbb az ismertetőből. Jelenleg annyiban támogatja a város a sportegészségügyi szolgáltatás, hogy évi 16 alkalommal biztosítja a sportolós jelenlétét. Én úgy tudom, hogy nem tudom, hogy elfogadták-e már, de törvényi változás volt folyamatban az ügyben, hogy házi gyermekorvosok is végezhetnek sportorvosi tevékenységet, csak gyakorlatilag nem nagyon merik bevállalni, hiszen ez egy annyira speciális szakterület, és ha egy házi gyermekorvos rábólint arra, hogy XY sportolhat, és utána probléma lesz, akkor ez azért igen nagy kérdéseket vet föl, illetőleg a műszerezettségük nem megfelelő hozzá, hiszen minimum egy LKG készülékkel rendelkezniük kell. Nem tudom, hogy ez ügyben esetleg tárgyalásokat lehetne kezdeményezni csongrádi házi gyermekorvosokkal, hogy idejükbe, kapacitásukba beleférne, tudnának-e ilyet vállalni, vagy pedig másik lehetőség lenne, hogy esetleg a szarkaödöm rendelőben, szakrendelőben egy vállalkozási szerződés keretében biztosítani ugyanezzel a mindszenti sportorvossal az ellátást, akár mondjuk heti egy alkalommal 2 óra hosszára kijönne, már valószínű többet jelentene, mint a jelenleg biztosítható idő intervallum. Nem tudom, erről esetleg majd orvosigazgató úr tudna nyilatkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Murány László képviselő jelszó. Polgármester úr, képviselőtársaim, egy nagyon jó anyag van itt előttünk, és nagyon meggyőző volt Bartókné Vince Zsuzsa kiegészítése a napi rendi ponttal kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy ők mindenre figyelnek, és nyugodtan bízhatjuk rájuk a honlapot is. Különösen mondom ezt azért, mert november 3-án ez a bizottság Nagy József szervezésében is természetesen összehívott minden egyes egyesületet. Ez 31 néhány egyesületet jelent, és összesen 9-10 egyesület vezető jelent meg. Pont azok azért, hál' Istennek, akik legjelentősebb tevékenységeket teszik, és nem minősítem ezzel, de tudott dolog Csongrádon. Egy olyan nyitott tárgyalás volt, ahol jó volt részt venni. A Zsuzsa elmondta körülbelül mihez
képest például milyen a pénzelosztás, milyen a támogatás, ahol azért mindig vannak megjegyzések, hogy nem demokratikus, vagy ez, vagy az. Most is elképzelhető, hogy lesznek, akik majd sivalkodva szaladnak, hogy hol a demokrácia, mert esetleg a támogatást az egyes, vagy a testület nem úgy, ahogy ők gondolták. Szóval Zsuzsa ezeket megkérdezte, egyenként ott voltak, segítettek, véleményt mondtak. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen közös munka, és a holnapra nézve ez megnyugtató. Egy javaslatom volna médiával kapcsolatban, bármelyik média, tehát itt az újságtól, rádiótól, tévétől bárki jó lenne, ha felszúrná, mégpedig az az, hogy a régi és még megszólaltatható, vagy már nem megszólaltatható, akkor posztumosz jeles csongrádi sportemberekről jó lenne elindulna valahol egy sorozat, akár mindenhol elindulhatna egy sorozat, nyilván itt nyomtatott, vagy főként nyomtatott formában mindenkiről, amúgy élőben meg hát akiről nyilván élőben lehet, és talán egy vonzerő lenne ez a fiataloknak, meg egyáltalán akik azért ebben a korosztályban vannak, például én is, büszke vagyok rá, hogy mit tudom, 50-es, 60-as években ki volt itt egy rendkívül jó országos sírű távolugró vagy magasugró, mert volt ilyen. Nos, én nagyon jó anyagnak tartom, örülök, hogy itt van ez előttünk, és remélem, hogy a holnapot is színezni fogja ez az anyag. Köszönöm. Köszönöm. Én is úgy gondolom, hogy az anyag az rendkívül részletes. Szerintem realitások talaján mozog. Nem rugaszkodik el, mint általában a koncepciók sajátossága. Igaz, azt is hozzá kell tenni, hogy ha beérik az a két sportfejlesztés, ami még ugye folyamatban van, több is, de két nagyobb, a fedett medence, illetve a kézilabda csarnok, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ha valamibe, akkor a sporták fejlesztés tekintete, sport létesítmény fejlesztés tekintetében igen nagyot lépett elő Csongrád az elmúlt években, hiszen a műfüves kispályát követte a műfüves nagypálya. A együttműködési megállapodás alá van írva a Nemzeti Sport ZRT-vel, pontos NSK ZRT-vel a kézilabda csarnokról, és hát gyakorlatilag egy döntés várunk még forrás vonalon a fedett medencére, a TAO források összegyűltek, de hát ugye időközben elég rendesen eldrágultak a építési beruházások, tehát a korábbi pályázatban szereplő összeg nem tartható, ehhez kérünk forrás kiegészítést. De ezen kívül van elnyert pályázata, mint egy 68 millió forintos beruházásra, öltöző rekonstrukcióra a Tiszapart Sportegyesületnek, a kajakkenu sporták közül, amit tudunk, mert tőlük van információnk, a Kistisza Sportegyesület újabb 15 millió forintot nyert fejlesztésre, partérfejlesztésre, egyéb szakmai anyagok beszerzésére. Szintén eredményesen pályázó szövetsége ez a Poseidon, neki a héten adtunk egy tulajdonos hozzájárulást, egy 10 millió forintot nyert, ő ebből a rajtköveket kívánja korszerűsíteni a uszodában többet közt, és új elemként jött be, hogy szintén tulajdonos hozzájárulást adtunk a múlt héten a Tisza Tenisz Klubnak is, 1 millió forint körül összeget kaptak a szövetségtől, szintén kisebb fejlesztési feladatokra. Tehát ha azt nézzük, igaz az, amit valamelyik képviselőtársam említett, hogy nem csak a TAO-val jelentősen megtámogatott egyesületek, hanem a nem TAO, de nemzeti sportszervezetek által támogatott egyesületeink is úgy gondolom, hogy szépen próbálnak szerepelni a forrásgyűjtésen, de én úgy gondolom, hogy nem kell kiemelni egyetlen egyesületet se. Ha az elmúlt időszakot végigkövették, hány sportesemény volt Csongrádon, hány nevelőegyesület kezd kialakulni. Itt a bizottságülésén is egy birkózó fiúról is szó volt, hogy milyen tehetséges, és már nem itt birkózik, hanem felsőbb szinteken. Tehát én úgy gondolom, hogy mostani újságban is jelent meg, országos bajnokságot nyert egy csongrádi birkózó. Tehát vannak tehetségeink, ezekhez úgy gondolom, hogy anyagi erejünk köz képest meg tudunk tenni, megteszünk. Többször fölmerült már az, hogy valamilyen sportösztöndíjat is hozzunk létre. Én úgy gondolom, hogy ezeket mind kezelő a koncepció, és szerintem a ciklus végéig sportfejlesztésben, illetve a sport környezetének fejlesztésében jelentős előrehaladások lesznek. És azért én úgy gondolom, ha valamire tényleg büszkék lehetünk, az az, hogy miközben egyébként a város lakossága csökken, és ebbe értelemszerűen a fiatalkorúak száma is, aközben viszont ezen belül
a százalékos arány, a sportoló vagy sportoló fiatalok, gyerekek aránya viszont jelentősen emelkedik. Mi sem bizonyítja jobban, hogy miközben több új egyesület is alakult, én úgy gondolom, hogy mind megtalálta a közegét, tehát van benne versenyző sportoló, reméljük, hogy majd a következő sportfejlesztések mindenkinek teret is tudnak majd adni. Murány László képviselőt láttam. Fontos, elfelejtettem mondani, polgármester úr, készülve holnap-holnap után elkezdjük a 2018-as költségvetést csinálni. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a jövő héten áttekinti a sportpálya működésével kapcsolatos pénzügyi dolgokat. Nem valami ellenőrzés vagy ilyesmit jóhajtunk mit csinálni, hanem pont az, hogy segítsük a jövő évi számok kialakítását, hiszen ahogy a bizottság ülésen erről tárgyaltak, az volt az érzésünk, hogy teljes egészében, teljes világosan, egy ember fejében az összes nincs benne, szeretnénk világosan látni. Köszönöm. Valaki jelentkezett szólásra, mint humánpolitikai iroda. Véletlenül nyomhatta meg. Ja, igen, doktor Somogyi, igen, neki a múltkor technikai csere történt a szavazógépbe, és abban a szavazógépben azon beütve, hogy humánpolitikai iroda. Jó lesz nekem az is, köszönöm szépen. A sportegészségügyel kapcsolatban teljesen igaz az a hír, annyi kiegészítéssel, hogy nem csak a gyermek házi orvos, hanem bármelyik házi orvos a saját betegeinek kiállíthatja a sportorvosi igazolást, amennyiben vállalja. De a kollega nem kötelezhető rá, tehát mindenféleképpen ebbe majd egy egyeztetés szükségeltetik, illetve amióta ez a rendelet megjelent, azóta eléggé forrong ez a szakmai terület, mert ugye az volt a cél, és azért látjuk, hogy az elmúlt időben is, és valószínűleg a jövőben is lesznek olyan hirtelen halálok, amik sportolás közben következnek be. Ezeknek a kiszűrése, a tudomány mai állása szerint azért elég sokszor nagyon nehéz, és ebből kifolyólag ugye a szakmának az a része, aki eddig a sportorvoslást csinálta, ragaszkodik az ő saját privilégiumához. Ennek ellenére lett egy ilyen rendeletmódosítás. Még egyszer mondom, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a házi orvos vállalja. Tehát kötelezni nem lehet egyik házi orvos sem arra, hogy ezt bevállalja. Én úgy gondolom, hogy egyrészt egy pár hónapot mindenféleképpen érdemes volna várni, hogy mi lesz az országos folyamánya ennek a történetnek. Amennyiben ez így marad, akkor a házi orvos kollégákkal kezdeményezzük azt, hogy üljünk le, beszéljük át, hogy ki az, aki vállalja, ki az, aki nem vállalja, és adott esetben ebben a hozzáférés lehetőségét lehet bővíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nincs több hozzászólás. Akkor én abban a tekintetben módosítom akkor az előterjesztő módosításomat, hogy működéshez és sport létesítmény fejlesztéshez adott a támogatásokat köszönjük meg. Akkor aki elfogadja a koncepciót, kérem készenjutásra, szavazni és a határozati javaslatot. Köszönöm szépen, ez 11, igen, mert időközben Jóvé Gáspár képviselő távozott. Közfeladat ellátás, ma van a megyei agrárkamarának a választása, és ő mint kamari küldött ott kell, hogy részt vegyen. És akkor rátérünk az előterjesztésekre. Dél-Alföldi Közlekedés Központ ZRT-vel kötött közszolgálati szerződés meghosszabbítása. Üdvözlöm Rókusné Kovács Veronikát a DAK ZRT részéről. A DAK. Amennyiben majd lesz, nem tudom, szóbeli kiegészítés kíván-e tenni az anyaghoz, majd ha esetleg van észrevétel. Jó. Akkor adom a szót a bizottság elnökeinek, Murány László képviselőnek, pénzügyi szárosra. Bizottság teljes létszámmal tárgyalta és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Köszönöm. Dr. Somogyi Árpád képviselőnek adom a szót, részünk kormányzat elnökének. Köszönöm szépen, polgármester úr. A részünk kormányzat hétfővel tárgyalta és hét igennel támogatta azt, ami elhangzott a bizottsági ülésen, hogy esetleg vizsgáljuk meg a Bokrosról bejáró kora reggel félegyháza irányába dolgozni, illetve tanulni igyekvőknek, hogy lehetne úgy a menetrendet egy picit finomítani, hogy ne kelljen 4 órakor kelni a diákoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Fábián György képviselőnek adom a szót, jogi összeférhetetlenség. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület. Bizottságunk 4-1 hangú igennel támogatja tulajdonképpen a szeptemberben elfogadott
határozatunk nyomán a szerződés korrekcióra került pontosításra, és az van benne, amit akkor megbeszéltünk, tehát ez korrekt, ez így jó. Amit kértünk menet közben, azok is megvalósításra kerülnek, ugye, hogy a menetrend az látható lesz majd a benti irodán, illetve várakozó helyen, a megállóban, éjszaka is, amikor zárva van a váróterem, és a megállókba pedig hát egy tervezetet kaptunk, hogy milyen fajta menetrendet fognak kitűzni, ez már valamivel jobb, mint a korábbi volt, de ha lehetne kérni, akkor inkább a számok legyenek nagyobbak, mint az üres felületek, mert azért elég torzan mutat az a fajta kiírás, amit most is mellékelnek, hogy van a A4-es lapon körülbelül 6 szám, és akkor a többi része meg teljesen üres, és a számokat, hát nem mindenki hord magával lúpét, nem biztos, hogy meg tudja nézni, azokat jóval nagyobbakra kellene venni, és a fölösleges számoknak pedig, mivel hogy nincsen szerepük, azokat onnan nyugodtan le lehetne törölni, tehát csak azt kellene kiírni, ami arra a megálló helyre vonatkozik, de tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, mert szabvány szerint dolgoznak, meg hát most már más világot élünk, de ettől függetlenül egyszerű hétköznapi emberek szokták ezt a menetrendet nézni, ha ezeknek a szabványoknak igyekeznek megfelelni, akkor továbbra se fogják majd érteni, hogy mit is látnak maguk előtt. Úgyhogy ennek figyelembevételével 4 igennel mi elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e? Gyobai Zsolt képviselőnek adom a szót. Képviselőtársaim, bizottság ülésünkön felvetődött egy kérdés, és nézek most elnök úrra, hogy a hétvégi helyjáratos közlekedésről esetleg adhatna a DAK egy ajánlatot, mert ugye Csongrádon nincs hétvégén helyjárat, tehát szombaton, illetve vasárnap, hogy ez körülbelül mibe kerülne a városnak, ha lenne helyjáratos közlekedés. Itt a diákok közlekedése véget vetődött ez fel, hogy jönnek, illetve mennek vissza iskolába. Köszönöm. Köszönöm. További kérdés, élemény van-e? Adnám a szót akkor Kusné Kovács Veronikának. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, köszönöm a szót, és Rokusné Kovács Veronika vagyok, a DAK ZRT controlling igazgatója. Annyit tudok elmondani a kérésekre, hogy azt szeretném kérni, hogy ezt jelezzék felünk hivatalosan írásban, és természetesen önök a megrendelő ennek a szolgáltatásnak, minden lehetséges módon ezt, ha lehetséges, nyilván akkor meg fogjuk tudni valósítani minden kérést a menetrendre vonatkozóan is. Úgyhogy mi állunk elébe, tehát tudunk javaslatot adni minden változtatásra. Köszönöm. Csak egy rövid kérdés, ugye amit van mellékelve menetrendek, igen, ezekben már nem tudunk most változást eszközölni, hiszen ezek az életbe lépő menetrendek. Külön egyeztetéseket kell, és majd a következő menetrendmódosításnál tudjuk esetleg ezeket az észrevételeket figyelembe venni, vagy még ebbe úgymond lenne lehetőség, bár szerintem akkor eléggé főborítja. Szerintem lehet módosítani, hiszen azt írtuk, hogy a következő menetrend módosításnál vezetnénk be ezt, tehát addig még jó, van rá lehetőség. Akkor a Bokrosi kérés fogjuk legelőször továbbítani, mert az volt konkrétan, hogy induljon onnan buszjárat, illetve mint a Gyógyi képviselő úr most említett, azt arra külön ajánlatot kérünk, mert ugye közöttünk most fennáll egy közszolgáltatói szerződés, korábban is azt tapasztaltuk, hogy kérése ilyen volt az ipari parki buszjárat, rugalmasan reagált a DAK ZRT, mi kifizettük és kiderült, hogy nincs rá igény, de megpróbáltuk. Jó, tehát akkor majd ezeket jelezzük a cég felé egyfajta beárazásként. Rendben, köszönöm. Így elfogadható a képviselőtársaimnak? Jó, köszönöm. Aki elfogadja, kérem szavazza. Egyhangú, köszönöm szépen, 11 igen szavazattal, köszönöm szépen a megjelenést. Kettes, átiskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény. Ugye a törvényváltozásoknak köszönhetően véleményezési jogkörünk maradt ebben az ügyben, és akkor most adnám is a szót a bizottságoknak, illetve hogyha szóbeli kiegészítése van Cseri Gábor alpolgármester úrnak. Nincs? Akkor Bartók Nivince Zsuzsannának adom a szót, oktatási és művelődési bizottságának.
Köszönöm, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. A javasolt körzethatárokat 3-0 szavazat ellenében támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fábián György képviselőnek adom a szót ügyrendjogi bizottságának. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk 4-1 igennel támogatja. Tulajdonképpen a régi körzethatárok maradnak, ez a döntő legfontosabb része az előterjesztésnek. Egy kérdés merült fel, technikai jellegű kérdés, de sokat szóra, mert képviselő úr, Lackó képviselő úr továbbra is tartja a véleményét, hogy a 3H-s gyerekek esetében miért nem kérik a szülőktől az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat, mert feltételezése vagy a vélekedések szerint lehet olyan eset, hogy valaki bemondás alapján csak azért, hogy kedvezőbben járhasson, az iskolai végzettségét azt alacsonyabbra veszi, és hát ezért szükségesnek tartaná és indokoltnak, hogy ezeket az igazolásokat kérjék. A válasz az volt, jegyző úr is jelen volt a bizottsági ülésünkön, hogy ezt nincs joga a hatóságnak, az iskolának bekérni, mert ezt bemondás nyilatkozat alapján kell tudomásul venni. Köszönöm. Köszönöm, Murányi László képviselőnek adom a szót. Bizottságunk teljes létszámmal tárgyalta, és 5 igennel elfogadásra javasolja. Egy picit annyiban különben az anyag a korábbinál, hogy valaki kérte itt, nem tudom már ki, de nincs is így jelentősége, hogy a halmozott és a halmozottan hátrányos tanulók iskolánként legyenek megjelölve, és ezt köszönettel megkaptuk. Csatordain és Hebőkorvála ezt is biztosította, úgyhogy 5 igennel támogatjuk. Köszönöm, dr. Somogyi Árpád képviselőnek adom a szót a részünk, kormányzat részéről. Köszönöm szépen, polgármester úr. Bizottságunk hétfővel tárgyalta az előterjesztést, és 7 igennel támogatta azt. Köszönöm. Kérdés van-e? Vélemény? Papogásom? Nincs. Aki elfogadja, kérem készenletes, az haza. Egyhangú. Köszönöm szépen. 3-as következik. Helyi tanulmány ösztöndíj rendszerről szóló rendelet megalkotása első olvasatban. Itt arról van szó, hogy más városok példájából, remélem, tanulva és nem okulva, próbálunk egy olyan ösztöndíj rendszert kialakítani, ami egy kicsit a felsőoktatáshoz hasonlít, de kimondottan a szakképzésben részvevőket támogatná, ha a helyi hiány szakmában Csongrádon helyezkednének el, és ez enyhítve a csongrádi, nyugodtan mondhatom, munkaerő hiányt is. Azért első olvasat, mert elég sok észrevétel volt a bizottságüléseken, illetve a kamarával is kívánjuk ezt egyeztetni. Többek közt esetleg azból a szempontban a bizottságülésen is felmerült, hogy részköltségviselőként ők is részt tudjanak ebbe venni, hiszen, mint tudjuk, a kamarának rengeteg pénze van, és esetleg olyanra is költhetné, ami valóban szükséges. Csak nem csuknak le ez a kijelentése mi. Adom a szót Bartók Vince Zsornál, Oktatási Művés Bizottság elnökének. Köszönöm, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Habár első olvasatként jelzi az anyag, azért azt gondolom, hogy egy jól kidolgozott rendelettervezet van előttünk. Ugye egyrészt vonatkozik a szakközépiskolákban, másrészt a szakgimnáziumokban tanulókra, akik hiány szakmát tanulnak. Ugye alapvetően arról szól a történet, hogy a tanulmányok befejezésének évében juthatnak hozzá a diákok ehhez az ösztöndíjhoz. Vonatkozik egyrészt a vidéki iskolában tanuló, de csongrádi diákokra, másrészt pedig olyan vidéki diákokra, akik csongrádi középiskolában tanulnak, de vállalják azt a feltételt, hogy utána ebben a hiány szakmában 12 hónapon keresztül Csongrádon helyezkednek el, és helyi munkáltatóknál vállalnak munkát. Összesenben üdvözlendő az is, hogy magáról a bizottság összetételéről, illetőleg a hiány szakmák megjelöléséről is majd a szakkamarával is történik egyeztetés. Bizottságunk jónak találta a kidolgozott rendelettervezetet, és üdvözli az ösztöndíj megalapítását. 3 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a testületnek is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye, ha jól emlékszem, egy 4 hónapja interpellált ebbe a kérdésbe. Ha emlékeim nem csalnak, a nyár elején pont Bartók Vince Zsuzsanna, hogy másokhoz hasonlóan, illetve jött egy ilyen jelzés a helyi szakképzőiskolában, Sákiból, hogy mi is megmozdulhatnánk ebbe az ügybe. Annyit szeretnék csak mondani, hogy nem levegőből jött az előterjesztés, tehát nem a polgármesternek a fejéből vagy a helyi hivatal. Volt egy egyeztetés a
általános iskolák vezetője, középiskolák vezetői, valamint kamara, illetve helyi vállalkozók között lenne a fába, és ott mindenki üdvözölte ezt a lépést, majd apró pénzre pedig egy újabb egyeztetésen próbáljuk váltani, hogy még finomítás legyen ezen a rendelettervezeten. Fábián György képviselőnek adom a szót, ügyrendi jogi bizottságának. Tisztelt polgármester, képviselőtestület, bizottságunk 4-1 Hungingennel első olvasatra elfogadásra javasolja ezt a rendelettervezetet. Azzal, hogy még a részletekben is eléggé átgondoltnak látszik, mert apró momentumokat is már tartalmaz ez a rendelet, tehát hogy hogyan bonyolódna ennek az ösztöndíjnak a kiírása és aztán a megvalósítása, a döntés és a megvalósítás. Nekem egyetlen kérésem és észrevételem lenne, hogy jó a gondolat, meg hasznos lehet, járuljon hozzá a kamara is, de ha eltelt egy év vagy két év, merjen az önkormányzat kritikusan és határozottan vizsgálódni, hogy volt-e értelme ezt meghozni, és nem kellene-e a főiskolákon, egyetemeken tanulók részére, akik utolsó évesek, a hiány szakmákban hasonló pályázatot, illetve ösztöndíj rendszert bevezetni. Valamikor régen is voltak ilyenfajta tanulói támogatások, ösztöndíjak, tanulmányi szerződéseknek nevezték ezt akkoriban. Ennek volt értelme, mert akik nehezebben boldogultak volna a támogatásból, azért jobban haladhattak, de mindig volt azért egy olyan kétség az emberben, hogy ez valóban célt szolgál-e, vagy csak egy időleges ilyen hát mentő öv, és aztán igyekszik mindenki minél inkább szabadulni belőle. Tehát ha letelt a 12 hónap, akkor messzire távozik az illető, és ha ez rendszeres, akkor a célját nem teljesítette. Ezzel szembe kell nézni, ezt vizsgálni kell, és nem szabad azt mondani, hogy majd, mert ez 9 millió forint jelenlegi tervek szerint, amit erre az önkormányzat szándékozik fordítani. Hát ha a kamara is hozzájárul, akkor legfeljebb az 50%-ával számoljunk a következő évi költségvetésben, meg hát negyed év lesz csak az, amire a jövő évben a kifizetés szükséges lesz. Nem ennyi az összeg, csak éves viszonylatban majd, hogyha ez működik, akkor lesz ennyi. Tehát ez a mi költségvetésünkben azért összeg. Hát mindezeket figyelembe véve még a további kérdéseket, meg kételyeket össze kell szedni, és ennek tükrében kell a végleges rendeletet elfogadni. Tehát 4 igennel támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm, Murány László képviselőnek adom a szót. Polgármester úr, képviselőtársaim, bizottságunk 5 fővel tárgyalta, és 5 fővel minősítette egy jó anyagnak dr. Kádár Judit által letett anyagot. Egyetlen megjegyzést el kell mondanom, ugyanezt többen is mondták, már bizottságunknak tagja a Csongrádi Kamara képviselője Horváth János, aki felajánlotta, hogy minél hamarabb már most lehetne szervezni a tovább tanulni vágyó, szakmát tanulni vágyó embereknek a különböző ipari Csongrádon létesült egységek látogatását szervezett formában. Történt már ilyen, és ennek úgy sikere is volt, de ezt valahogy szervezetté kell lehet tenni. Nem tudom, hogy most kinek lesz itt hirtelen a feladata. Jó lenne valaki ezt jegyezni, mert valóban egy olyan dolog, gyerek meglátja, megszereti, és akkor lehet, hogy az a pálya felé orientálódik. Ennyi kiegészítéssel, tehát mi támogatjuk. Egy jó hír még azért szintén ide tartozik, ha nem is ebbe a pénzösszegbe, hogy dr. Pari Ferenc, mikor átvette a díszpolgári kitüntetést, ugye tett egy ígéretet, és én ahogy őt ismerem, ezt meg fogja csinálni. Egy kicsit közelebb hozza az egyetemet is a középiskolákhoz hamarosan. Köszönöm, dr. Somogy Árpád képviselőnek adom a szót, egészségbizottság rész, önkormányzat rész. Köszönöm szépen, polgármester úr, az egészségügyi és szociális bizottság 5 fővel tárgyalta az előterjesztést, és 5 igennel támogatta azt, azzal a kiegészítéssel, amit itt képviselőtársaim is elmondtak, hogy próbáljuk esetleg kiegészíteni azzal, és én még azt is megkockáztatom, hogy nem biztos, hogy a csongrádi keret terhére, de a bizottság egyes tagjai megnyugtatóbbnak találnák, hogyha adott esetben, ahogy elhangzott, a kamara is, illetve maga azok a munkáltatók, akik ilyen előszerződést vagy támogató szerződést aláírnak, ők is részese lennének ennek a
pénzügyi támogatásnak, mert talán úgy biztosítottabb lenne a hosszú távú együttműködés a munkaadó és a munkavállaló között. Tehát 5 igennel támogattuk, a Bokrosi Városrész önkormányzata 7 fővel tárgyalta és 7 igennel támogatta. Köszönöm szépen, kérdés, vélemény van-e? Csak annyit szeretnénk mondani, hogy tartalmazza az anyag az első diplom megszerzése érdekében mesterképzésen vagy osztatlan képzés nappali tagozán tanulmányok folytató hallgatókra vonatkozó pályázott rendszer jelenleg előkészítésben áll, tehát értelemszerűen mi nem gondoljuk úgy, hogy felsőoktatásban szereplő tanulókat ne kellene támogatni, bár valahol azt olvastam, hogy mérnökből meg informatikusból Dunát lehet rekeszteni, nem teljesen ez van most a munkaügyi piacon, de tény, hogy a szakképzésbe mindenféle ösztökélést szeretnénk rakni, ez az ösztöndíjrendszer is részben ez, hogy minél a pályaválasztás környékén, pályorientációs megbeszélésen azért ez is hangozzon el, hogyha dönteni kell szülőnek, gyereknek. Valóban szakmákban jelentős hiány van, ezt úgy gondolom mindenki tapasztalhatja, és erre kívánunk egyfajta, ez nem megoldás, csak egy eszköz biztosítani, és köszönöm az észrevételeket, mindezeket a kamarában vállalkozókkal leegyeztetve a következő ülésre vissza fog jönni az anyag. Aki elfogadja, kérem készenjutással szavazza. Egy hangú, 11 igen, köszönöm. 4-es, javaslat települési támogatás megállapítás kifizetésen folyosításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 5/2015-23. Önkormányzat rendelet módosítására. De a lakbér emelésnél ejtettünk szót erről a bizonyos lakhatási támogatásról, lakbér kompenzációról, ezt szeretnénk az ott elhangzottak alapján differenciálni a jövedelem arányában, erről szól ez az előterjesztés. Adom a szót dr. Somogyi Árpád képviselőnek. Köszönöm szépen, polgármester úr. Mind a két bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 fővel tárgyalta, ahogy polgármester úr is a bevezetőjében elmondta, jelenleg minden szociális béllakáshoz adunk 3000 forint önkormányzati lakbértámogatást, és ezt a rendszert próbálnánk egyrészt egy picit a mai magyar valósághoz igazítani, olyan tekintetben, hogy azoknak, akiknek nem éri el a lakbér szintjük a 3000 forintot, azok többet ne kapjanak, mint ami a lakbérük, mert így egy elég érdekes pénzügyi konstrukció jött létre az elmúlt időben, másrészt pedig a 350 forintot meg, vagy 250 net meghaladók esetében nem 3000 forint, hanem 2000 forint volna a lakbértámogatás, aki pedig a kettő közé esik, tehát 71.000 forint alatti az egy főre jutó jövedelme, illetve a lakbér összege meghaladja a 3000 forintot, az pedig megkapja a 3000 forintnyi lakbértámogatást. Ennek természetesen azért van egy olyan olvasata is, hogy így tudtuk elérni azt, hogy a fizetős mérőórák ingyenesen kerüljenek tulajdonképpen a ingatlanokba, és az anyag is tartalmazza, hogy ezáltal úgy néz ki, hogy ez működik, tehát a kintlevőségek, ami a villany és gáz tekintetében korábban igen nagy összegek voltak, ezek most megszűntek, tehát én úgy gondolom, hogy elértük a célunkat, és ezek mellett a bizottság 5 fővel támogatta. A Bokrosi Városrész önkormányzat 7 fővel tárgyalta, és 7 igennel támogatta, azt köszönöm. Köszönöm, Murány László képviselőnek, adom a szót. Polgármester úr, képviselőtársaim, csak ismételném, és arra nincs szükség, világosan elmondta elnök társam a lényegét ennek az anyagnak. Mi csak azt mondjuk, hogy 5 fővel támogatjuk Vincéné Dudás Katalin által letett anyagot. Ez egy teljesen logikus lépés volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Fábián György képviselőnek, adom a szót, ügyvédi jogbizottság elnökének. Polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk 4-1 hangú igennel támogatja az előterjesztést, amit elhangzott annak tükrében, ez érthető. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e? Nincs, aki elfogadja, kérem készenjutással szavazzon. Ez 11 igen, köszönöm szépen. 4-es, nem, 5-ös, már olyan gyorsan haladunk, hogy lemaradok. Helyi adórendelet módosítása, ugye ezek közül kettő, ami igazából számszaki, de nem érinti a csongrádi vállalkozásokat. Ugye a helyi iparűzési adónak azt a részét, amit úgy hívunk, hogy ideiglenes iparűzési adó, ami eddig 2000 forint volt, azt 5000 forintra javasoljuk emelni, de ezt helyi vállalkozásnak nem kell fizetni. Ezt azok fizetik, akik a városban dolgoznak.
vagy kellene, hogy fizessék, akik a városban dolgoznak, és, nem 30, és 30 napon túl, de 180 napon innen, de 180 napon túl nekik is be kell jelentkezni, tehát ez helyi vállalkozásokat nem érint. Környékbeli összes városban viszont a csongrádi vállalkozók ennyit fizetnek, tehát úgy gondolom, hogy fogad fogért, de inkább úgy mondom, hogy egyenlítsük ki ezt a dolgot, illetve a reklámtörvény reklámhordozók vonatkozásában négyzetméter alapú adó megállapítását teszi lehetővé, a 50%-nál nagyobb gazdasági igénybevétel van, ez döntően az óriás plakátokra vonatkozik, tekintve, hogy mi vállalkozói hirdetőtáblák után elég jelentős közterület használati díjat már szedünk be, ezért mi úgy azt a javaslatot tesszük, és a bizottságülések is megerősítettek, hogy nem kell még egy új adó, hiszen legtöbb reklámtábla, óriás plakát nem is közterületen van, ha azon van, meg úgy is fizet, ezért a 0 forintos adó bevezetését javasoljuk. Adom a szót Murányi László képviselő úr. Polgármester úr, képviselőtársaim, nem ismétlen polgármester úr által elmondottakat, csak számokat mondok egy-két dolgot. Tehát 2018. január 1-től törvény írja elő kötelező, hogy építményi adó tárgykörébe vonjuk be a reklámhordozóknak a bizonyos adóztatását. Ez úgy van, ahogy ön mondta, nullától 12 ezer forint per négyzetméter lehet megállapítani. Mi nullát javaslunk megállapítani, csináltunk különböző számításokat, ezek a bizottságülésen megbeszéltük, hogy körülbelül mire számíthatnánk, de azt vettük észre, és talán ebben nem vagyok egyedül, hogy egy kicsit kiforratlan ez az egész törvény, ami itt előttünk van, és ezért is azt mondjuk, hogy legyen ez nulla. Azt tudni kell azért, hogy a reklámtáblák nem ingyen vannak kint a közterületen, azért közterület használati díjat fizetnek, és itt akkor most számot mondok, ez körülbelül 1 millió forint évente a városnak bevétel. Túl azon, hogy örüljünk, hogy egy vállalkozás jobban megy a tábla miatt, hiszen az iparüzési adóban meg különben jelentkezik. Még annyit, hogy ez a bizonyos vállalkozók itt léte egy napra 5000 forint. Hát csináltunk egy fölmérést, illetve természetesen nem én, nem a bizottság csinálta, hanem ahogy Ötvösné Klára csoportvezetőit telébünk tette, a környező településeket megnéztük, sehol nem volt 5000 forint alatt. Mi tehát annak is a minimumát vettük, és akkor tettük ezt föl 5000 forint per napra. Sajnos nem csongrádi vállalkozókat érint ez, bár azokat érinteni, de hát akkor meg iparüzési adó alá esnének. És azzá fog ez minősülni, ha végül is egy-egy ilyen vállalkozó 31 vagy 180 napon túl még mindig itt van, akkor már iparüzési adó módjára kell neki adóznia, ami pedig ugye 2%. Hát ez a lényege szerintem, és ezt 5 igennel támogatjuk. Köszönöm. Fábián György képviselőnök úr, adom a szót. Ügyrendjogi bizottság elnöke. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület. Bizottságunk 4-1 hangú igennel támogatja az előterjesztést. Mégpedig azzal, hogy ez a reklámadó, aminek a bevezetését most ugye bevezetjük, de 0 forinttal, annak ha a település képi rendeletünket megalkotjuk, az arculati kézikönyv elkészül, akkor elképzelhető, hogy erre még vissza kell majd térnünk, vagy vissza fogunk térni. Ez néhány hónapon belül meg fog történni. Ez a mostani rendelkezés, tehát a 0 forint az január 1-től érvényes, tehát de az arculati kézikönyvünk elfogadása után lehetséges, meg addigra még megjelenhetek rendelkezések központi hatalom részéről is, akkor még ez elképzelhető, hogy módosításra szorul. A másik, ami az iparűzési adó, ennek a módosítása, hogy 2-ről 5000 forint legyen az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után. Itt a bizottságülésünkön az vetődött fel, hogy egyértelmű-e a kezdő nap, amikor ide kerül az a vállalkozó, aki elkezdi a tevékenységét, hogy innentől ketyeg az óra, mert 30 napig nem kell fizetni, de a 31. naptól érvényes az az 5000 forint, és mi azt a választ kaptuk az irodától, hogy ez az építési napló és egyéb dokumentumok alapján teljesen világos és egyértelműen rögzíthető. Mi csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy erre ügyeljenek, mert azért itt a napi 5000 forint, amikor elkezd ketyegni, az a város büdzséjét növelni, tehát erre szükség lenne, hogy ne legyen ebben tévedés. Ennek alapján mi javasoljuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, dr. Somogyi Árpád képviselőnek adom a szót. Részönkormányzat, egészségügyi bizottság. Köszönöm szépen, polgármester úr. Mind a kettő tárgyalta, ugye?
Csak a részönkormányzat tárgyalta. Részönkormányzat hétfővel tárgyalta, és hét igennel támogatta azt. Köszönöm. Kérdés. Vélemény. Havasi Jánosnak képviselőasszonynak adom a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, nekem azért az eszembe jutott, hogy mi van abban az esetben, ha ugye ismerve majd a idejövő vállalkozók ezt a rendelkezésünket, megszakítják a 30 napot, tehát ugye ha 30 napig nem fizet, 28 napnál abba hagyja itt a munkát, és majd két hét múlva visszajön. Hogy előfordulhat-e ilyen? Tehát, hogy újabb 30 nap, tehát megszakítja érdekel, a 30 napokat. Mert a itt elszámolt iparűzési adót a Székely szerinti illetékes a helyi adóhatóságnál elszámolhatja. Tehát igazából viszont ebben az esetben, hogyha naplózzák a munkát, főleg amikor már elnapló is van a világban, az biztos, hogy megéri neki, hogy kap tőlünk egy adóellenőrzést. És akkor már adóbírság és hasonló. Tehát nem éri meg. Tehát mivel nem fizet többet, de a trükközést meg nem szeretjük. Tehát most az nem titok, hogy azért néhány olyan beruházásnál figyeljük az alvállalkozói mozgásokat, ami ugye nem az önkormányzat, de tudjuk, hogy itt van. Ennek köszönhetően az egy-két adóalany már bekerült a képbe, tehát tesz bevallást. Hála Istennek azt azért el kell mondani, hogy akik ilyen nagyobb beruházásokon alvállalkozók, itt a városban folyó nagyobb beruházások, akárcsak az Elkerül út mentén, vagy Szegedi út mentén, ők azért tisztában vannak a helyi adórendelettel. De ezt ugyanis a helyi iparűzési adót nem mi állapítjuk meg, ez magában a törvényben van benne, és ez alapján. Tehát nem érdek egyetlen egy vállalkozásnak se, úgy gondoljuk. De ettől függetlenül biztos, hogy van, aki megpróbál ez alól kiosonni. De egyszer azért 69 napig valaki itt van a városban, az feltűnik. És azt előbb-utóbb úgyis megtaláljuk a nyilvántartások alapján. És bevallásra készítjük. De hogyha már mi vallatjuk be, és esetleg mi állapítjuk meg, akkor annak már bírság oldala is van. Van-e kérdés, vélemény? Csak elfogadja, kérem készeljutásra, szavaz 11, igen, egyhang, köszönöm. Következő talajterhelési díjról szóló 25/2015-11-27 önkormányi rendeletünk módosítása. Ugye idén több képviselőtársam is találkozott a 16-os bevallások alapján 17-re kirott talajterhelés díj miatti lakossági panaszokkal. Még egyszer itt is szeretném megerősíteni. Az, hogy ki és mennyit fizet, azt nem mi határozzuk meg. Mi az alapján, a lista alapján kellett, hogy kiróljuk, mint helyi adóhatóság, amit mi az Alföldvíz ZRT-től kaptunk. Hiszen valószínű, hogy ha mi képesek voltunk arra, hogy megtaláljunk 60 elhunyt személyt, akkor mi ennek egyébként már nem küldtünk volna kiértesítőt. Tehát az adatbázissal finoman szólva is voltak fenntartásaink, de az a lényeg, hogy talán most egy kicsit kikerekedett, és mivel most látjuk, hogy azért ez nem egy egyszerű történt, a javaslat az, hogy a 2 köbmétert 3 köbméterre emeljük fel, és ne legyen jövedelem korlát. Ez az elbírálásnál és a kivetéseknél az egyszerűséget jelent. Az ebből befolyó 4.395.000 forint, ami eddig befolyt, azt meg majd a környezetvédelmi alapba kell helyeznünk, és ott felszín vagy felszín alatti vizek védelmét szolgáló beruházásokra el kell különíteni, hogy jó esélyes csapadékvíz beruházások lesznek. Tehát adom a szót Murányi László képviselő úrnak. Polgármester úr, képviselőtársaim, a lényeket elmondta a polgármester úr, nem volt egyszerű Ötvös Klárának és csapatának kibányászni a valós elérhető emberek névsorát, de megtette, itt van előttünk a rendelet módosítása. Ennek végül is a lényege az, hogy egy kicsit nagyobb lélegzetet adunk, és csak azok az emberek, tehát 2 köbméter és évi 24-ről 36 köbméter évire tettük ezt a számot, és csak azoknak érvényes ez, és azokra róható ez ki, aki nem köt rá, de lehetősége van a város által kiépített és részben át nyilván személyek hozzájárulásából kiépített rendszerre, de mégsem köt rá. Ez alól, ezt nem említette a polgármester, kiesik az önkormányzati lakásoknál, ha van egy ilyen önkormányzati bérlakásoknál ilyen helyzet, hiszen az önkormányzat nem adó alany, tehát ő kiesik ebből a rendszerből. 5 igennel támogatjuk ezt az anyagot, elfogadásra javasoljuk.
Köszönöm szépen, Fábián György képviselőnek adom a szót, ügyrendi jogi bizottság. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, bizottságunk 4-1 hangú igennel támogatja a rendeletmódosítást, tulajdonképpen kedvezőbb lesz a lakosság részére. A fogyasztott vízmennyiséget egy köbméterrel havonta növelve a kedvezményes keretet. Fölvetődött azonban Gyovai Gáspár képviselő úr részéről, csak hangosan gondolkodott, de aztán alapvetően visszavonta ezt a gondolatát, hogy ne azt növeljük meg, hogy ne kelljen 2, hanem 3 köbméter után ne kelljen fizetni, hanem inkább tegyük lehetővé azt, és kedvezményesebbé, hogy rácsatlakozhassanak a szennyvíz csatornára azok a lakosok, mert őket érinti ez különösen, vagy elsősorban, akiknek az utcában ott van a szennyvíz elvezetés lehetősége. Tehát aztán kiderült, hogy azért itt olyan helyzetek is vannak, hogy a havi vízfogyasztás az valóban nem haladja meg ezt a köbméter mennyiséget, de alapvetően nincsen mit rácsatlakoztatni az adott családi háznál, mert nincsen fürdőszoba, nincsen semmifajta olyan fogyasztási hely, amin szennyvíz úgy keletkezne, hogy azt rá lehetne csatlakoztatni. Tehát azért nézzünk azzal szembe, hogy vannak eléggé nehéz sorsú és szegény emberek is Csongrádon, akiket ez a rendeletünk most egy kicsit megtámogatna, így egyértelmű, hogy ezt támogatólag vettük tudomásul, és 4 igennel támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és dr. Somogyi Árpád képviselőnek adom a szót, mindkét bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen, polgármester úr, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 fővel tárgyalt és 5 igennel támogatta, hogy itt az előzőekben elhangzott. Úgy gondoljuk, hogy ennek a rendeletnek egyrészt kellene, hogy ösztönző legyen arra, hogy minél többen még, akinek lehetősége van, rákössön a csatorna rendszerre, mert ugye a cél az volt a csatorna hálózattal, hogy csökkentsük a talajterhelést. A másik viszont a gyakorlat azt mutatta, hogy voltak olyan háztartások, ahol meghaladták sokszor 1-2 köbméterrel éves szinten, és elég komoly összegek voltak az, amit ki kellett fizetni. Ezek figyelembe mételével a 3 köbméter támogatjuk, és 5 igennel tehát támogattuk. A Bokrosi Városrész Önkormányzat 7 fővel tárgyalta, és 7 igennel támogatta. Maga azon a listán, akire kivetettünk, azért vannak egy-egy háztartások, elég érdekes havi vagy évi vízfogyasztás van. Lehet, hogy megérné egy kört futni, hogy ez hogy jön össze, de hát ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény. Nincs, aki elfogadja, kérem készenlőtársa, szavazzon. 11 igennel. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 7-es az egy tájékoztatás, a közvilágítás szolgáltatás 2018 évre vonatkozó beszerzése tárgyában indított pályázatunk eredményéről. Ennek nyomán a meghívott cégek közül összesen 5-6 pályázót kértünk fel, hogy tegyen ajánlatot. Ennek nyomán a Szájeb Energiakereskedő Kft. Lett az első, a másik pedig az NKM Áramszolgáltató ZRT leánykori nevén, ő a Démász. És akkor adom a szót Murányi Lászlónak, pénzügyi bizottságának. A bizottságunk megnézte az anyagot, polgármester úr, és elfogadja a legkisebb árajánlatot tévőt, akkor mi is elfogadjuk. Igazán nem ismerősek ezek, van aki ismerős, mint régi partnerünk volt, de van itt Szentendrén, a Smolnyica utcából, külön tetszik el a nép, hogy ilyen utcában laknak. Egy kis társaság, aki kereskedik energiával, azt sem tudjuk, hogy ki, mi, mennyire megbízható, maradjunk ebbe. Annyit tettem megjegyzést a jegyző úrnak, hogy a határti javaslatban lehet, hogy bele kellett volna talán írni, hogy akkor ki az, aki a legkisebb ajánlattal rendelkezik, hiszen majd az utókornak, vagy egyáltalán lefűzve nem az anyaggal együtt megy a határati javaslat, akkor tegyük bele azt is. 5 igennel támogatjuk. Igen, köszönöm, tehát a határozott javaslat abban egészül ki, amit ismertettem, hogy első helyen a ha vele nem jön létre a szerződés, akkor az NKM. Fábián György képviselőnek adom a szót, ügyrendi jogi bizottság elnökének. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, 4 igennel támogatjuk ezt a döntést. A legkedvezőbb ár. És ebben ugye nincs az a minőség, hogy most akkor ez nem olyan világos, mint a másik, de azért mégis a bizottsági ülésünkön, mert az ilyen beszélgetős bizottság, fölvetődött a kérdés, hogy világosabb lesz-e ettől, hogy most ez a cég fogja szolgáltatni a közvilágításhoz az áramot.
Hát egyértelmű, hogy ugyanazt az áramot szolgáltatja, mint a másik cég szolgáltatott volna, tehát ebben nincsen különbség, csak a piacon különböző módon tudják ők ezt beszerezni, és más árat tudnak megajánlani. Nekünk az a jó, hogyha olcsóbban adják, és ők voltak ebben az esetben a nyertesek. A másik kérdés, ami felvetődött, hogy jó lennének ledes lámpák, amelyek részben kevesebbet fogyasztanak, másrészt pedig hát fehér fénnyel talán világosabb a környezet, amit ez a fajta lámpa világít be. Ebben vannak viták ugyanakkor, mert ez a melegfényű fény, a sárga fény, azt mondják, hogy az egészségesebb, meg a szemnek nyugtatóbb. A ledes fehér fény az kevésbé, de az biztos, hogy világosabb. A szomszédvárosok közül én Félegyházát figyeltem meg ilyen szempontból, és Kecskemétet. Ott vannak utcák, ahol ilyen lámpák vannak felszerelve, egészen világos. Én azt indítványoztam a bizottsági ülésen, és ezt továbbra is tartom, hogy próbáljuk ki egy olyan utcán, ahol hogy sokan megfordulnak, hogy legalább néhány lámpát ilyen ledesre cserélnénk ki, és akkor mondjanak róla az emberek is véleményt, meg mi magunk is látnánk, össze tudnánk hasonlítani a jelenlegi állapottal. Hogyha pályázati lehetőség nyílna arra, hogy ilyen ledes lámpákat tudjunk beszerezni, hát részben hangsúlyozom, hogy nem vagyunk érdekeltek, és ezt most úgy mondom, hogy majdnem nem kellene leírni, nem vagyunk igazán érdekeltek abban, hogy kevesebb legyen a fogyasztás, mert erre olyan normatívát kapunk a közvilágításra, amiből hát ki tudjuk stafírozni magunkat, de lehet olyan időszak, amikor ez mégis fontos lesz, és hát nézzük meg, hogy valóban így világosabb, jobban láthatók az utcák, mert az emberek panaszkodnak, hogy nagyon sok utcában olyan sötét van, hogy botorkálni kell. Ennek nem csak az oka egyébként, hogy a világító testek azok nem megfelelő mennyiségű fényt bocsátanak ki, hanem az is, hogy a sok növényzet az eltakarja. Sok esetben szinte leárnyékolja teljesen a világító testeket, és emiatt érzi az ember úgy, hogy sötét van az utcákban. Hát ezek figyelembevételével mi a fogyasztóváltást, illetve a szolgáltatóváltással ezt a pályázatot elfogadásra javasoljuk 4 igennel. Köszönöm. Köszönöm. Dr. Somogyi Árpád képviselőnek adom a szót, részönkormányzat tárgyalta. Köszönöm szépen, polgármester úr, a bizottság 7 fővel tárgyalta és 7 igennel támogatta. Köszönöm. Köszönöm. Máté Attila képviselőt látom jelentkezni. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim. Igaz, nincs a mai napon interpelláció, nem is annak szánom, inkább azért a témához kapcsolódóan egy kérdést tennék fel. Ugye közvilágításról van szó, szóba került már itt a sötétség, hát van sötétség ott a belvárosnak egy részében is. Hogy lehet az, polgármester úr, hogy 2017. február 23-án volt azt hiszem a testületi ülés, amin elsőre interpelláltam ebben az ügyben, hogy kidőlt a villanyoszlop az Öregvár utcában, és a mai napig sem az, sem a további interpellációm, felvetett villanykarók nem lettek helyreállítva, és ismét sajnos elfáradt egy villanyoszlopunk a Gyökér utcában, és hogy lehet az, hogy ezzel nem oly mértékben foglalkozunk, hogy azt minél hamarabb helyreállítsuk. Felháborító az, polgármester úr, hogy ebben nem lehet valamit elérni a szolgáltatónál. Tudom, megjöttek a válaszok, legyártattuk a villanykarót, stb. Folyamatban van az ügy, de mégiscsak, polgármester úr, egy városrésznek a közvilágításáról van szó, az ott élő embereknek a biztonságáról, illetve a mindennapi életükről. Ugye mindenki tudja, hogy azért most már hamarabb sötétedik, hogy ebben nem feltétlen, polgármester úrra gondolok, hogy egy személyben kellene ebben menni és a szolgáltatónál dörömbölni az ajtón, hanem van a városvezetésben alpolgármester úr is, aki szintén tudna ezzel a kérdéssel foglalkozni, de úgy hiszem, hogy minél hamarabb ezt meg kellene oldani, de még a télen, vagy még ebben az évben. Én erre kérném, vagy ebben kérném a segítséget. Én bízva abban, hogy esetleg egy szolgáltató váltással bizonyos problémák, ilyen jellegű problémák megoldódhatnak, de ha nem,
akkor sajnálom, ha nem lesz gyorsabb a folyamat, de azért mégiscsak egy 10 hónapja felvetett problémára még nem találtunk megoldást, és nincsen közös út, azért ez elgondolkodtató, úgy hiszem, úgyhogy ebben kérném a segítséget, hogy minél hamarabb azok a villanykarók, illetve a közvilágítás legyen helyreállítva. Nem csak azokkal a villanykarókkal van gond, amik már most kidőltek, hanem a többivel is gond van, ahogy a felmérés mutatja. Tehát ott egy átfogó, másabb kidolgozásra lenne szükség. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen tájékoztatást tud mondani a polgármester úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, Fábián György képviselőnek adom a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, ehhez csatlakozva mondom, és tudom, hogy a szolgáltató itt a DMASZ, mert a rendszert ő tartja fenn, nem pedig az a szolgáltató, akiről most szó van, hogy az áramot ő fogja a következőkben szolgáltatni. De én is kénytelen vagyok mondani, hogy a Rájzió utca 2 szám előtt, tehát a kis ABC melletti kis utcában még valamikor február-márciusban egy kandelláber kitört, az azóta ott van a búrájával együtt, a fűben most a falevél kezdi már betakarni. Hát én nem értem egyszerűen a szolgáltatót, amelyik ráadásul most a városban végez munkákat. Mert úgy veszem észre, hogy nálunk is lesz áramszünet, és azt jelzik, hogy a rendszer karbantartásával kapcsolatos munkálatokat végeznek, hogy majdnem egy év alatt hogy nem tudták ezt megcsinálni, mert ott van a vezeték is rá, de csak le van szigetelve természetesen, tehát annak valaki véletlenül belebonyolódik, abból még súlyos probléma is lehet. Tehát én szeretném kérni, hogy a szolgáltatónak ezt a másik oldalát is meg kellene egy kicsit, hogy úgy mondjam, szorongatni, vagy legalábbis a szerződésben foglaltak szerint neki nincsen olyan kötelezettsége, hogy ezeket megcsinálja. Ha nincsen, akkor pedig valamiféle kezdeményezést kellene lépnünk, hogy ő neki kötelessége az ilyeneket eddig meg eddig elkészíteni, mert most már ezek típus hibák úgy néz ki. Köszönöm. Köszönöm. Murányi László képviselő. Csak bele sikerült léptünk az interpelláció mocsarába. Ez már gyakorlatilag mindenki részéről interpelláció. Én azért azt kérdezném meg a polgármester úrtól, hogy bármilyen fejlesztés a városban, amit majd ez a jó ember, akit most megbízunk, szolgáltatni fog rajta áramot, bármilyen fejlesztés a városra tartozik, vagy más szolgáltatóra? Más szolgáltatóra tartozik, a hálózat más tulajdonában. És azt ő találja el, vagy interpellációként a város? A fejlesztéseket mi rendeljük meg, annak a költségét nekünk kell jóformán fizetni, tehát ezek a közvilágítási fejlesztések egy jelentős részét nekünk kell fizetni, már nincs ez a felhalmozási összeg, valamennyi még van, de csak a hálózati részeket végzi, a lámpatestől kezdve szinte mindent nekünk kell megvenni, és kéretik külön választani az energiakereskedőt, aki től megvesszük az áramot és felé az áramdíját fizetjük, tehát a fejlesztést és a hálózat tulajdonosát vagy kezelőjét, hálózati jogosultat, ami valóban a DMASZ régi nevén vagy új nevén NKM, Nemzeti Közművek, csak szeretném mondani, ZRT, aki valóban az elmúlt 2 évben látványos lassuláson ment keresztül hálózati javításnál. Én nem gondolom, hogy van összefüggés, hogy az összes olyan szolgáltató, aki hirtelen állami tulajdonú lett, ott minthogyha lelassultak volna a dolgok. Reméljük, hogy ez majd helyre jön. De én úgy gondolom, hogy a február-márciusi áramszünetek, vagy hát közvilágítási problémákat hagyta a központba az országzászló környékén és a partnál 6 hónapra sikerült megoldani, tehát már annak azért is boldogunk vagyunk, hogyha 6 hónapon belül helyreállítják. Ez valamikor én úgy emlékszem, úgy volt, hogy ez 1-2 héten belül helyreállt a közvilágítás, most lassan az 1-2 évnél járunk. De a fejlesztés az a város zsebe. A fejlesztés azt, hogyha mi hálózati bővítést kívánunk, azt egyeztetve a hálózat tulajdonosával gyakorlatilag nekünk kell finanszírozni. Köszönöm szépen. Javítás, nem? Nem.
Attila. Dr. Somogyi Árpádnak adom a szót. Humánpolitikai irodaként én lehet, hogy teljesen nem ide tartozik, de többször személyesen is futottam már ezekkel a karbantartási időkkel, amit Csongrádon megy, polgármester úr érintette. Ez nem a közvilágítás, hanem az egyszerű áramszolgáltatás. Tehát régen, én nem tudom, talán nem voltak ilyen sűrűk ezek a karbantartások. Most úgy érzem, hogy teljesen mindegy, hogy van probléma, nincs probléma. Most is folyamatban van az egész városban. Az már egy külön történet, hogy mondjuk az egészségügyi intézményeket sikerül kipicézni úgy, hogy vagy hétfőn, vagy pénteken csináljuk, tehát ott egyből lesz 3 nap, ami kimarad. Ráadásul nem tudom, tehát egy szolgáltató biztos tehet ilyet, biztos, hogy a szerződésben rögzítve van az, hogy hány nap lehet egy évben, amikor ilyen előre tervezett karbantartást hajtanak végre, de én úgy érzem, hogy igazán nem a fogyasztók érdekeit veszik figyelembe, hanem amikor a kivitelező ideér, tehát elvesszük reggel 9 órától téli 1 óráig, se az iskolában nem tudtak csinálni semmit, mert tudjuk, hogy novemberben azért általában borús az idő, most az épületekben olyan sötét volt, hogy semmit nem lehetett csinálni, tehát valahogy biztos, hogy lehetne ezt talán jobban csinálni, illetve hát azt meg sem merem kérdezni, hogy mondjuk a Lajtán túl ezt hogy szokták megejteni, mert nem hiszem, hogy le lehet egy-egy városrészt így napokra, egy-egy napra zárni, mert ez egyrészt pénzkiesést jelent, másrészt meg rengeteg kellemetlenséget. Köszönöm szépen. Amikor annak idején a rögzített közművi díjak bejöttek, szemnevén rezsicsökkentés, azért a szolgáltatók kivétel nélkül elmondták, hogy ezt csak a hálózati oldalon tudják megspórolni. Azt most szerintem némiképp látjuk is viszont, bár hozzá kell tenni, hogy azért nem tudom, hogy az ország más területein mi a helyzet, általában pozitív példaként hoztánk elénk mindig a Démászt, hogy mi még örüljünk, mert más szolgáltatók már még rosszabb az ügyintézés. Én azért bízom benne, hogy lesz ebbe előrelépés, mert talán most már összerázódnak a dolgok, hiszen itt azért több közművet kellett egy cégé szolvasztani, és hát ezek a lakossági panaszok pedig elég sűrűek, különösen a közvilágítás területén, de az egyedi villanyellátás, áramellátás tekintetében is igen komoly határidőkkel tud dolgozni a szolgáltató, illetve hát legtöbb esetben nem is maga a szolgáltató, hanem valamelyik partner cég végzi ezeket a munkákat. Tehát ezt majd a későbbiekben igyekszünk mi is ösztökélni. Én egyetértek Máté képviselő ura, hogy február óta nem lehet. Mi addig tudtunk elmenni, hogy legyártattuk ezeket az egyedi oszlopokat, és mivel láttuk, hogy nem egy oszloppal van probléma, eleve úgy tudom, hogy nyilván hatott. Igen. Tehát 4 oszlop le van gyártva, annak a betonteknőit kellene megcsinálni, és kicsit másképp belerakni, de már kell majd valószínű oszlopokat gyártatni, és azért csináltattunk egyébként 4-et, mert 1-et nem is csináltak volna meg. Nem lehet más közvilágítást az érintett szakaszon használni, csak ezt a régi akácfás oszlopokat lehet visszarakni, meg majd meg kell nézni, hogy lehetne az, hogy 10 évente ne rohadjon ki és dőljön ki, mert még talán 10 évet sem élt meg némelyik. Tehát annyit szeretnék mondani, hogy ha bővíteni akarunk, ahhoz pedig egyértelműen az önkormányzat anyagi hozzájárulása szükséges, illetve hogyha világítást akarunk korszerűsíteni. Van-e még kérdés? Én nem, akkor aki elfogja, kérem készenítésre, szóval és akkor még van körülbelül 3-12 percünk, ugorjunk neki egy újabb finom falatnak. Tájékoztatom a 451-es számú út melletti kerékpárút fenntartási feladatairól. Hát nem akarom szaporítani a szót, mert az előterjesztés minden bele van írva. Bizottságüléseken elmondtam, tehát gyakorlatilag az a helyzet fog hamarosan előállni, ha meg lesz az igazságügyi szakértői vélemény, hogy onnantól 3 hónapon belül az önkormányzatnak az érintett mintegy 1/2 kilométeres szakaszt helyre kell állítani, értsd, ez alatt újjá kell építeni, és emiatt a jövői költségvetésbe fejlesztés soron a parkolók, utak, temető helyett egy sor lesz, Bokrosi, vagy 451-es kerékpárút 40 millió forint.
majd aztán perbe el fog dőlni, hogy kifizet a kivitelező hibája, a tervezője, hogy ki, de egyelőre csak egy partneren lehet lehajtani ezt a pénzt, az pedig az önkormányzat, mert a támogató, aki megindította a kötelezett szegési eljárást, az csak az önkormányzattal szemben alkalmazott szankciókat, és ez még mindig az egyszerűbb történet, mint hogy belemenjünk egy lezárt kötelezett szegési eljárásba, és aztán akár az egész támogatási összeget megvonhatják, valamint retorzió kérhetnek bennünket az egyéb uniós pályázatnál. Tehát sok lehetőségünk nincs, mint hogy ezt elvégezni. Bízunk benne, hogy előbb lesz ítélet, mint mi azt gondoljuk, de hogy jövő májusig nem lesz, az meg szinte biztos. És ha most december megvan az igazságügyi vélemény, ezt elvileg áprilisra nekünk erre kellene állítani a jelzett szakaszon. Murány László képviselőnek adom a szót. Képviselőtársaim, tudomásul vette a bizottság 5 igennel. Én most óva intelék mindenkit, hogy elkezdjünk ásólapátot venni, vagy műszaki szakvéleményeket mondani. Mindenki a saját maga módján, még ha valakinek esetleg szakmája, akkor sem. Hiszen itt világosan minden fehéren, feketén le van írva. Ez Gácsin és Sipos Andráék leírták, körbejárták azt is, amit itt a végén elmondta a polgármester, hogy nagy eszbetűbe vagyunk esetleg, amit 40 millió forintot is jelentett, hiszen jogviszonyban a kiíróval mi vagyunk. Minden más utána következik, és ha nem teljesítettünk jól, akkor nekünk bizony teljesíteni kell. Tehát én azt mondom, hogy ne szedjük ezt az anyagot most szét, ne okoskodjunk hozzá, ki mit mondott, hol volt, hol hibát. Többet úgy sem tudunk mondani, mint ami itt le van írva. Vagy ha valaki mégiscsak tud ezen segíteni érdembe, akkor azt tegye meg a polgármester úrnál, vagy akinek a kezében van az anyag. Mi 5 igennel így veszük ezt tudomásul. Köszönöm, Fábián György képviselőnek adom a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület. Hát elég hosszan tárgyaltunk az anyagról, polgármester úr is jelen volt, végül is ezt a döntést hoztuk mi is, amit az előbbiekben elnök úr mondott, hogy 4 igennel tudomásul veszük a jelenlegi helyzetet. Ez nem jó hír azért persze összességében, reméljük, hogy a végén azért nem nekünk kell állni ennek a 40 milliós összegnek a legeslegvégén is a kifizetését, mert ez azért súlyos csapás. Tehát elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. Köszönöm. Hát az egy érdekes dolog lenne, hogyha mi állnánk a végén, mert nem a mi mérnöki irodánk tervezte, és főleg nem a mi városellátunk építette ezt. Tehát ennek valami felelőse. Nekünk vannak már szakvéleményeink. Bevizsgáltattuk a BML-vel a töltésanyagot, ami alapvetően itt a probléma, és hát az nincs köszönő viszonyban a terven szereplő műszaki összetétellel, tehát valószínű, hogy ezt kértük a bíróságtól, hogy ezen a vonalon induljunk el, aztán majd valamikor lesz bírósági, igazságügyi szakértői vélemény is. Kérdés, vélemény van-e? Nincs, én is azt kérném, hogy most, ha lesz ebbe előre haladás, úgyis tájékoztatjuk a képviselőtestületet. A feladatot meg kell oldani, utána meg majd mindenki vérmérséklet szerint ráír azzal foglalkozni, hogy ki miként és hol hibázott. Egyelőre azt azért tudni kell, hogy nem mi építettünk és nem mi terveztünk, de hogy mi fogunk fizetni május környékén, az a biztos. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem készenjutás, az szavazzon. Tehát tudomásul, igen, köszönöm. Ez 10 igen, mert Somogyi Árpád képviselő úr sem volt benne. Mert így haladunk, akkor még egy tájékoztató van előttünk. Ez pedig a KEOP 2-2-2-15-2015-45 azonos számú kapcsán vállalkozó szerződés aláírásáról. Tehát a fennyvíztelepünk rekonstrukciós munkálataival és átemelők rekonstrukciós munkálataival összefüggő. Erre több felhatalmazást már adott annak idején a képviselőtestület. 2014 végi kormányrendelet már kiemelt beruházásként nevezte a Csongrád szennyvíztelepet. Most értünk oda, hogy keretráemeléssel, de aláírt vállalkozói szerződés van. Tervek szerint tavasszal indulnak a munkák. Külön is kiemelném itt azokat az átemelőtő és szaktalanítókat, amelyek jelenleg problémások a városban, plusz a telep komplett technológiai fejlesztését. Murány László képviselőnek adom a szót, pénzügyi bizottság. Képviselőtársaim, bizottság 5 igennel támogatja ezt a konzorciumba, azért ezt a tévénézőknek kedvéért is mondom. 2015. április 29-én Csongrád szennyvíztisztító és tatornaházat bővítése, megnevezésű projekt közös megvalósítása céljából egy konzorciumi megállapodást kötött, és most jutottunk el oda, hogy aláírásra kerülhet a kivitelezési dolgok. És 1,2 milliárd forintról beszélünk. Tehát ezt azért adjuk hozzá az eddigiekhez.
Fábián György képviselőnek adom a szót, hogy a jogi bizottság. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, 4 egyhangú igennel támogatjuk azt, hogy polgármester úr aláírhassa ezt a konzorciumi megállapodást. Van benne egy örömteli dolog, amit itt épp az előbb mondott polgármester úr, hogy az építési költség Csongrád esetében a szennyvíz tisztítónál 804 millió helyett 1 milliárd 239 millió forintra emelkedett. Ez valószínűleg jobb minőséget és korszerűbb technológiát jelent. Ennek tehát ilyen szempontból örülünk, 4 igennel elfogadásra. Ez csak azért jó hír, képviselő, mert nem nekünk kell különbözetet állni, mert egyébként szerintem Kruppa irodavezető úrnak a maradék haja sapránként kihullana itt a kerékpárút 40 milliója után. Aki elfogadja, azt kérem készenítással szavazzon. Ez 10 igen egyhangú szavazat. Köszönöm. Javaslat napelemes kiserőművek ingyenes tulajdonban adásáról. Most nem fogunk belemenni az egyik kiserőműni a akkumulátorok kérdésébe. Egy felhatalmazást szeretnénk kérni arra, hogy megkössük az átadási megállapodásra, hogy ezt rázza ki az önkormányzat úgymond a nyakából, hiszen nem alapfeladata, és majd a következő testületésen találkozunk a megállapodással az egyik ingatlannál. És igen, és azt bele kell írni, hogy csak akkor tudjuk, hogy átadni, hogy tulajdonosnak selejtezés követően ingyenes tulajdonba adással. Így módosul a határozati javaslat. Adom Urányi László képviselőnek a szót. Polgármester úr, képviselőtársaim, arról van szó, hogy 2011-ben 3 tanyán létesített a város pályázat útján világítást. Ezek naperőművek voltak, erőmű idézőjelbe téve. Aztán akkumulátorról látták el a szükséges feladatokat. Ezeknek az 5 éve, a fönntartatósági 5 éve ebben az év novemberében, jól emlékszem, novemberében letelik, és praktikusan azt javasoljuk, mindannyian azt javasoltuk, mind az 5-en, hogy adjuk ingyenes tulajdonába az használónak. 5 igennel ezt támogattuk. Köszönöm. Fábián György képviselőnek adom. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, mind 4 igennel támogatjuk ezt, hogy leselejtezés után akkor a használók most tulajdonba kapják ezeket az eszközöket, és innentől kezdve a fönntartási költségek őket terhelik, mi ettől szabadulunk, és ezért mondjuk azt, hogy az ingyenes átadás indokolt. Tehát köszönöm. Ennél támogatjuk. Köszönöm. Dr. Somogyi Árpád képviselő, részönkormányzat ennek az egyik érintett. Köszönöm szépen, polgármester úr bevezetőjében már elmondta, hogy ugye az a bizonyos harmadik eset, ahol az akkumulátorról szól van, hogy ez most ne kerüljön napirendre. Bizottságunk 7 fővel tárgyalta és 7 igennel támogatta az előterjesztést, azzal a kikötéssel, hogy az, ami az önkormányzatra ott jut, az majd a megállapodásba rögzítésre kerüljön, és akkor, ahogy képviselőtársam is elmondta, megszabadulunk ennek minden kötelmeitől és minden anyagi vonzatától, tehát mindenféleképpen a szerződés legjobb tudomásom szerint ugye így lesz rögzítve, hogy a későbbiekben semmiféle igény a tulajdonosok részéről az önkormányzat felé nem fog fellépni. Így 7 igennel támogattuk. Köszönöm. Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs, aki elfogadja, kérem készenjutást, és ez 11 igen szavazott, mert képviselő szavazott. Következő Csongrád főutca 2-4 4. emelet 65 szám alatt önkormányzati lakás szociális bérlakássá minősítése. Annyit szeretnék. Igen, kérdezem a bizottság elnökét, ez a technikai jellegű előterjesztés. Murány László képviselő, a pénzügyi bizottság. A szívén viseli Csongrád város rendőreinek komfortosságát, épp ezért ajánlotta föl és tette azt korábban is és most is, ha lehet, akkor lakással is segíti a rendőrséget. Mondom a kapitány úrnak is, de ő is tudja. Mégis most megüresedett egy ilyen lakás, és azt javasoljuk, hogy közérdekű bérlakást én hasznosítsuk tovább. Ezt 5 igennel támogatjuk. Köszönöm. Fábián György, ügyrendi bizottság. 4 igennel támogatjuk az előzőt. Négy igennel. Bocsánat. Dr. Somogyi Árpád, egészség, szociális bizottság. Egyhangulat támogatta. Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e? Nincs, aki elfogadja a készenjutásra, aztán köszönöm. Ez most megint 10 igen. Most éppen képviselő úr megint kiment. Benne volt még a keze, igen, még itt volt az ajtó, ki nincsen. 10 igen. Tájékoztatás lejárt ideje, esedékességi határozatok végrehajtásáról. Ehhez nem szoktunk kérdés. Én minden bizottság támogatta. Van-e hozzáfűzni való?
Nincs, aki elfogadja ki. A januárt megvárva utána ismét kérdezzünk rá, hogy a rendőr, a vízirendőrös fölállításával kapcsolatban mi lesz, mert semmit se válaszoltak, azért ennyire nem vertnek bennünket semmiben. Köszönöm, vízirendőrökre visszatérünk. Aki elfogadja, kérem készenjutást, azt mondja, 10 igen, és akkor most zárt ülést rendelek el, hogy még most ezt nem vesszük. Tisztelettel köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket a mai közmeghallgatáson, megjelent állampolgárokat, testületünk tagjait, intézmények, szervezetek vezetőit. Ugye a közmeghallgatás az önmagában is egy testületülés, megállapítanyozülés határozat képes, a képviselőtestület 10 tagja, 11 tagja jelen van. Mindenek előtt annyit szeretnék mondani, hogy testületi munkát pár percre befejeztük, hoztunk két zártüléses előtt döntést, személyi döntést, és azt szeretném ismertetni, majd utána következik a klasszikus közmeghallgatás. Tehát képviselőtestületünk a nemrég befejeződött soros ülésén azt a döntést hozta, hogy a képviselőtestület a Csongrád Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye intézményi vezetői magasabb vezető pályázatát eredménytelenné nyilvánítja. Az Z2-s előterjesztés pedig Csongrád Városi Önkormányzat képviselőtestülete 2017 évben évcsaládja díjat adományoz Giric László és felesége Kocsis Angéla családja részére. Gratulálunk a kitüntetéshez, december 21-i testületülés keretében kerül átadásra. És akkor kezdődik a közmeghallgatás. Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a önkormány törvény 54. paragrafusa fogalmaz úgy, hogy a képviselőtestület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amely a helyi lakosság, valamint a helyben érdekelt szervezetek, képviselői és a helyi közügyeket érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek. Közmeghallgatás klasszikus célja az, hogy direktbe kapják az önkormányzati képviselők a lakosságtól az információkat, ne csak a hivatali apparátus közbeiktatásával. A közmeghallgatáson lehetőség volt előzetesen írásba kérdéseket benyújtani, illetve észrevételeket, valamint előzetesen felszólaló jegyet lehetett kitölteni. Ennek végén lehetőséget kívánunk adni arra is, hogy 3-5 percben a problémáját, felvetését, észrevételét bárki a közmeghallgatás keretében feltegye, és a sorrend először az írásbelit fogom ismertetni, utána érkezett egy felszólalási jegy, dr. Szűcs Judit részéről neki adunk szót, és utána pedig bárki, aki még hozzá kíván szólni. És akkor a írásban érkezett Víg Lajos Csongrád Rájzi utcai lakostól egy beadvány, amiben a következő észrevételeket tette. Rájzi utcában február végén, március elején egy parkolóban kitolató személygépkocsi kitört egy közvilágítási kandeláber oszlopot, erről volt szó. Kitört oszlop azóta sem került el szállításra, pont a testületülés témája volt. Miért nincs megoldva a közvilágítás, nem az önkormányzat hatásköre, ezt többször jeleztük a szolgáltatónak, reméljük, hogy majd ez is megoldódik. Kifogása, hogy utcanévtábla nem jól látható, ilyen takarásban van, többször előfordult, hogy emiatt a mentősök nem találták meg a címet, erre az intézkedést megtesszük. Rájzi utcában a parkolókon sáros gödrökön keresztül lehet csak eljutni, a 4-es számú háztömbhöz nem vezet járda, valamint kéri, hogy a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzze a Sági Mihály szakközépiskolában tartó diákok közlekedését, mert az úttesten csapatosan haladnak, illetve a járdán kerékpározva akadályozzák a forgalmat, ami nem az illetékességi területünkre esik, azt továbbítjuk az illetékes szervek felé. A választ 15 napon belül, az önkormányzat illetékességén belül fogjuk megadni a hozzánk forduló lakótársunknak. És akkor most szeretném adni a szót dr. Szűcs Juditnak, aki egyéb témában kíván hozzászólni, Csongrád Rákóczi Ferenc utcai lakosnak, friss próbőrbe díjasunknak.
Mondjam még egyszer. Köszönöm a meghívást, a felszólalás lehetőségét, amivel ezúton élek, és köszönöm a próbe kitüntetést. Én ezt nem szoktam várni és elvárni, nekem meglepetés volt, és meghatódva vettem tudomásul, megtiszteltek vele, és ha valakiben fölmerül, hogy megszolgáltam-e, egy kicsit én is kérdőjelesen vettem, életem további részébe igyekszem még megszolgálni, nyilván a magam területén, a múzeológia és a néprajz területén. Úgy jöttem el, hogy egy ideig maradok, de megyek, miért megyek, nem várom végig, ez nem a tiszteletlenség jele. Jövő héten kedden előadásom van, a többi múzeológus kollégával együtt Szegeden a múzeumi felolvasóülésen, és ha itt vagyok, mondom, hogy én éppen a most a szobafestőkről, és ezek közül is egyel foglalkozom, és ennek családi személyes hagyománya van, mert hogy a régi vágású szobafestők ugye gyerekkoromat is jelentik, és ma is van, aki még úgy dolgozik, és egy hagyományos lakáskultúrához ez hozzátartozott. Nem fogom itt előadni, biztos lesz alkalmam máshol. Csütörtökön pedig, jövő csütörtökön Budapestre megyek, mert a hagyatéki leltárak feldolgozása témába számon tartanak, és meghívtak egy tárgyalásukra. Ott pedig nyilván a csongrádi 1850-es évekbeli hagyatéki leltárakkal tartanak számon. Tehát ezért sietek, ezek miatt a megjelenések, fellépések miatt. Köszönöm a felszólalás lehetőségét. Ennyit szerettem mondani, ha valakinek kérdése van hozzám, természetesen megválaszolom, tehát még maradok egy ideig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez, további jó munkát. Következő hozzászólási egy Horváth Tibortól érkezett, sporttelep témában sporthoz kíván hozzászólni. Kérem, fáradjon ki a mikrofonhoz. Jó napot kívánok, üdvözlök minden részvevőt. A sporttelepkel kapcsolatban szeretnék pár mondatot elmondani. Úgy gondolom, hogy aki nyitott szemmel lemegy a sporttelepre, látja, hogy az elmúlt 5 évben milyen változásokon ment keresztül. Nagyon jó lenne, hogyha az úgy is maradna, hogy tovább tudnánk fejleszteni a sporttelepet, és ebben megkapnánk az önkormányzat támogatását, és valamilyen szinten több elismerés jutna azoknak a személyeknek, akik mindezt elérték. Végülis ezt szerettem volna elmondani, jó lenne, hogy ez így is maradna, és várnánk az önkormányzat támogatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A sporttelepen további fejlesztések várhatók, hiszen ugye a műfüves pályátadásra került, jelenleg van benne egy pályázat az öltözőkorszerűsítésre, és sporttelepet tágabban értelmezve nem csak a futballt, akkor kajakkenú és evezős fejlesztések, sőt a teniszklub is nyert a szövetségtől közel 1 millió forintot, ő is fejleszteni kíván. A távlati fejlesztések egyértelműen arra mutatnak, hogy a sporttelepet az egész Holtisza vonalában ki akarjuk nyitni, ugye széles körben ismert a kézilabda csarnoknak a kérdése, és ezzel párhuzamosan az önkormányzat azt a kvázi sétányt szeretné folytatni, kicsit kinyitva a sporttelepet a város felé, ami valahol ott a edzőpályán túl véget ér, és hát reméljük, hogy ez egyébként én általam is látott, valamint más egyesületektől, itteni részvevőktől hallott állapotok, a jó állapotok, ha hozzáteszem most pozitív értelemben, azok tartósan megmaradnak a sporttelep vonatkozásában. Nem hallottam, és nem tudok olyan elképzelésre, hogy ott bármiféle változás lenne, hogyha a kérdés erre irányult. Én szerintem, és más egyesületek is úgy mondják, hogy a sporttelepen, annak környékén rend van. Szerintem ez a későbbiekben is
így fog maradni. És ebben természetesen az egyesületek segítségét is kérjük, hiszen önmagában az önkormányzat, illetve intézménye ezt a szintet nem fogja tudni tartani, tehát ehhez partnerek is kellenek a sporttelep vonatkozásában. Ki kíván még hozzászólni? Tóth Béla művész úrnak adom a szót. Mikrofonhoz kérem, hogy fáradjon ki. Köszönöm a meghívást, ilyet se tapasztaltam még, azon kívül lehet, hogy nem itt kéne, de köszönöm polgármester úrnak, hogy igyekszik rajtam egyet lendíteni. Lehet, hogy még meglepetés, és várjuk meg, amíg ez megtörténik a terve. És hozzá szeretnék szólni Csongrádhoz általában és a belvároshoz. Megint előtte el kell mondanom, hogy én csak egy ütment senki vagyok, mert csak 80-ba kerültem Csongrádra, de állítom, hogy csongrádibb vagyok a csongrádiaknál, és mint szoktam mondani, minden tégláért és fűszálért harcolok. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy kicsit... Szóval nem eléggé becsüljük meg a régi értékeinket, a hagyományainkat, hát próbáljuk meg, nyomában vannak ilyenek, de akkora hatalmas értékek vannak itt, amik világra szólóak. És ezeket például telefon. Gratulálunk, tényleg Csongrádon van az a világhíres furiózó North Star tenyésztő, hát a Forgó Pista, aki az évleg lova címet nyerte meg pár éve valamelyik nagy állattenyésztési kiállításon. Egy gyönyörű furiózó North Star-ral, de az országban az volt a legszebb. Ezt szakemberek bírálták el, mindenféle küllemi bírálat, meg teljesítménybírálat, meg mit tudom én. És azon kívül el kell mondanom, talán nem tudják, de hogy népszerűsítsem egy kicsit, hogy kitalálta, hogy ő bizonyos gyógyszerekhez kell a lóvizeletből kivont, nem tudom milyen anyag, és bugyit csinált a kancáknak, és leszette. És a kínain, vagy mit tudom én, valamelyik nagy gyógyszergyárnak állandó beszállítója. Tehát tulajdonképpen még önfenntartó is, amikor mindenhol azt hallom a lovasoktól, hogy lótartás, lovasport, lótenyésztés az egy ráfizetéses dolog. Tehát zseniális. Mármint csongrádi érték. Mikor közöltek vele egy riportot egy Csongrád újságba vagy Csongrád tévébe? No. Szóval a régi dicsőségünk hol késel az éjjel homályban, mert hogy a jelen a múltra épül, úgyhogy a hagyományőrzés az rettentő fontos. Nézem a televíziót, és a Kurca TV-ben, nem most, már hónapokkal ezelőtt látok egy fantasztikus filmet a csongrádi malomról. Mi nem a Csongrád TV-ben? Lehet, hogy már azóta volt, de akkor ott volt, de most a Duna TV megint mutatott ebből talán részleteket, de hát a csongrádi malom, ott elmondták, hogy miben ország első, meg micsoda múltja volt. Hallunk erről valami dicsőítő, propagáló cikket, beszédet, nem tudom én mi. Ezekkel országvilág előtt büszkélkednünk kéne. Aztán valamelyik nap valamilyen C1, vagy nem tudom, azt se tudom milyen tévé, véletlenül nyomtam be.
a csongrádi laktanyáról egy, vagy egy órás riport. Fantasztikus jó riport volt, Varga Nándor hangján, de az is egy országos tévé ez, hát vagy nem, mit tudom én, szóval az nem kereskedelmi tévé, mert oktatófilmek, meg ismeretterjesztő filmek szoktak rajta lenni, és ott elmondják, hogy a rendszerváltásig az ország legfontosabb, legfőbb vízügyi laktanyája volt. Mi van belőle? Még a jó épületet is szétverték, ami pedig használható is jó volt. Most azt szeretném kérni, vagy mondani a tisztelt képviselőktől, hogy járnak ők a szomszédvárosokba, vagy nem veszik észre, hogy például milyen ott a kertészet, hogy a villanyoszlopokon milyen virágcsokrok vannak fölkötve. Félegyházán, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Szarvason egyik gyönyörűbb, mint dűlnek ki a virágok, színbe megkomponálva, fantasztikusan. Ott van nálam egy ilyen, ilyen vastag plélemez, kettő, és egy barna műanyag vödör ott lóg, abba tavaly csak valami zöld gyomoknak tűnő virágok voltak, most már idején egy pár, egy kicsit több virág van, de nem szép, nem jó, és ez a baromi ronda plé lemez, amivel fölfogják. Hát miért nem kérdik meg valakitől, aki ért hozzá? Hát hogy lehet, ide kimegyek, ott van egy kidült hordó, az nagyon Csongrádra utal bizonyám, Csongrád a borvárosa, akkor hordóba, így félrebb borítva. Lehet, hogy ez baromi szellemes, és én már ómódi művész vagyok, mert próbálom, hát nem tudom letagadni, hogy szobrász vagyok, és ilyen szemmel nézem. De ez is, hát egy nekem szörnyű. És én ahányszor megyek, nézem ezeket a virágágyakat, meg a többit, hát dugdosnak bele virágot. Bezzeg a belvárosba, a Mészáros Dedő adott egy csónakot, azt telerakják virággal, hogy rohadjon el minél előbb. Neki már nem használható, de mint egy csongrádra utaló jelképes tárgy, azért kár lenne, ha 5 évvel előbb menne tönkre, mint már egyébként is. Hát hogy lehet abba beletenni egy csomó földet, így feszül kifelé, darabok már pattognak le róla. Hát egy csónakot hogy tesznek? Fordítva bakokra. Milyen szép jelképes tárgy lenne ott, szinte egy szobor. Ma már, amikor a Velencei Biennálén a magyar szobrászatot egy roncs BMW képviseli, hát mennyivel szebb egy csónak? És ott van, ott lenne a földön, ilyen volt az alja, most már ilyen lapos, mert annyi földet raktak bele, hogy borzasztó. Ezek apróságok, de ezek jellemzők egy városra, és rontják a hatást. Legalábbis én úgy gondolom. Hát a halász belvárosok kicsit később, de egyszer volt, hallottam valamit, hogy volt itt egy pankrátor világbajnok, és azt Sáfrány Péter reklámozta is úgy, ahogy, de hát kinyitunk valami extrém sport tévét, vagy mi ott egymást tépik, szaggatják, fülüket rágják, nem is tudom minek azt nézni, de rengetegen nézik, és itt volt egy pankrátor világbajnok Csongrádon. Erről tudnak erről a csongrádi iskolások, vagy? Hát azért ez nagyon nagy dolog. Előbbre voltunk, mint Budapest, meg az ország. Mindszenty prédikációt tartott a Tiszán. Mindszenty leghíresebb prédikációja. Tömegek voltak ott. Erről mit hallunk? Véletlenül egyszer meghallottam. De nincs a köztudatban. És azért Mindszenty lehet így, meg úgy, meg amúgy megítélni, nem volt egy akárki. És ő is a leghíresebb prédikációját Csongrádon tartotta. Ráadásul hajón, a vizen. Hát ez hihetetlen esemény. Miért nincs
miért nem dicsekszünk vele, miért nem mondjuk el mindenféle riporternek, minden tévének. Itt van a Kocsi Múzeum esete, Olnik Sándor bácsi összegyűjtött rengeteg sok hintott, fogatott kocsit, és aztán Csongrád nem tudott neki helyet adni, meghalt a Sándor bácsi sajnos, és hát odaadták Ópusztaszernek. Hát odaadtuk. Ekkora értéket. Hát abból is egy világhírű kiállítást lehetett volna csinálni. És ott meg eltűnt. Legalábbis én idén nem voltam ott, de azt mondták, hogy hát a szín beszakadt, és hogy elraktározták. Mondom, mutassák meg, kíváncsi vagyok rá. Miért? Mondom, azért, mert az összes környéki vendéglő minden előtt ott áll egy szekér vagy egy fogat. Nekem nagyon gyanús, hogy azok innen származtak. És meg akarom nézni, hogy megvannak-e. Miért maga tudja, hogy ott mi van? Igen, mondom, Csongrádi vagyok. Azt hazudtam, már nem tudom, hogy szám szerint megy. Én tudom, és le akarom ellenőrizni. Hát azt nem lehet bemenni, mert azokat szétszedtük, mert úgy tudtuk raktározni, hogy a lőcsök meg a sarogják meg a nem tudom mik, azok ilyen sűrűn van, azt úgyse tudja megnézni. Aztán következő évben még nem tudtak neki a kocsiszínnek egy tetőt csinálni, most nem tudom, vele valószínű egy darab sincs már. Ezt is elengedtük. Bocsánat, hogy itten a rossz dolgokat mondom, látom, hogy igyekeznek, de szerintem értékeket kéne, értéksorrendet válogatni, hogy mire adunk pénzt. Aztán eszembe jut a mérköz. Amikor idejöttem Csongrádra, úgy hívtak, hogy műteremlakást kapok, aztán 5 évig készült el, addig a mérközben voltam, életem legszebb csongrádi része volt, és a mérköz hűtővel tele volt az ország. Minden közértbe, ilyen izék, ahol be vannak rakva, minden étteremben, meg mindenhol. Mérköz hűtő, egymás egy ilyen. Nekem máig is megvan a mély hűtőm. 30 éve, semmi baja. Hát most találjunk olyan hűtőt, nem tudom, mennyi pénzért, ami 30 évet kibír. Szerintem nem találunk. Ezeket szerintem nem kéne elfelejteni. De már itt volt vita főtér egyengeti rendezéséről. De a gimnázium kapuja az a magyar szecesszió, vagy az alföldi szecesszió kiemelten egyik legszebb emléke. Ezt is akár a gimnáziumban tudják a tanulók, hogy nekik milyen kapujuk van? Hát... Az időre majd figyeljünk. Majd az időre figyeljünk, művész úr. Ja, nem tudtam, hogy időhöz vagyok kötve. Nincs úgy időhöz, csak még hát a más is akar szólni. Gondoltam, hogy ez lesz belőle. Csongrádi lovasokról szeretnék még szólni. Tornik Sándor bácsiról már beszéltem, de azt nem mondtam el, hogy az 50 kilométeres távlovaglást meg távhajtást senki sehol nem tudta megrendezni. Fölmérni, kimérni, összefüggő földutakat biztosítani. Ő megcsinálta. Laktanya után szőlők, meg mit tudom, semmi beton, semmi aszfalt. Ez a magyar lovastársadalom esetében ez valami óriási dolog volt. Hál' Istennek Domokos Gábornak a hajtója mostan az országos bajnokságon 4. lett, de ezt is úgy véletlenül hallottam valahol. De senki se tudja, hogy hát nem Csongrádról, de Felgyőről indult el Suti István a II. Világháború a hajdani, nagyon menő hortista, örkényi lovaglótanár képző intézet óta ilyen világhíres lovasunk nem volt. Megnyerte Bécsbe az európai hadseregek díjugrató bajnokságát, az olimpiai bajnokok, meg mindenki előtt. Felgyőről indult, Polner, nem tudom, a másik óta tanítómestere, 15 vagy 16 évesen nézték, hogy hú, ez nagy számokba megy, azt se tudták, hogy létezik ilyen, fővitték Pestre a válogatottba,
és hát akkor volt az aranyos nevű világcsúcs lovunk, úgyhogy azt nem tudta megverni, de az arab nevű lováról valami innen származik, azzal a halálra nyerte magát, és a római olimpián 10. lett, ha jól emlékszem. Ma, hogyha 65. egy lovas valami nemzetközi versenyen, akkor összes sportújság meg mindenki egetverően örjöng a gyönyörtől. Ő a Európa legélvonalába tartozott. Csak hogy, bocsánat, hogy tudjunk róla. Mert nem csak Csépáig ismerték, hanem az egész világon tudták, hogy ki az a Suti István. Hát én nem tudom, a nagy csongrádiak közül Szücsődit is egész magas szinten csinálja a maga dolgát, és ő hál' Istennek megkapta az elismerését is, de hogy egy kicsit viccesebben beszéljek, Fekete Balázs bácsi, Fekete Pista testvére, aki polgármester helyettes, vagy tanácselnök helyettes, mit tudom, mi már, hogy ki volt, azt mondja, hogy disekednek itt a borivással, fogott egy 5 literes demizont, így csinált, nincs több, és elsőt, tehát mindenki mindjárt összeesik, vagy mi, csak röhögött. De engem nagyon szeretett, és nagy barátom volt. Ez is azt hiszem világcsúcs, mert mutassanak még egy embert, aki így csinál 5 liter bornak. Nincs több. Ennyit általában Csongrádról. Hát szerettem volna részletezni a belváros, nem tudom, hogy van... Pár gondolatban nyugodtam. Hát a... Jaj, még általában Csongrádról. Én igyekeztem mindent bevetni, hogy Csongrád minél jobb színbe tűnjön föl. Egyszer a tanítványaimat, akkor még Pesten tanítottam, rohantam le Csongrádra, mentem vissza 2,5 napot tanítani. Lehoztam ide egyszer, mert még a Forgó Zsuzsáék mondták, hogy ez a művésztelep állandóan üres, meg itt fűtünk, meg minden. Aztán Szanda Gyuri vagy valaki rendez egy disznóölést, akkor mindjárt itt van mindenki. De hogy valamit kéne csinálni, hogy itt legyenek vendégek, meg munka folyjon. Mi van a tanítványaim? Én nem tudom, 8-10 gyerek lejött, akkor végeztek, még csak a művészeti gimnáziumba, és csináltak, hát megbeszéltük, mit lehet itt csinálni. Utcatáblákat, domborműveket, Halpiac utca, Gyík utca, mit tudom én, ilyen ekkorákat. Ott egy fotós lány, az olyan gyönyörű fotóalbumot csinált, hogy a büdös életben se láttam olyat Csongrádon. Nem tudni, hol van. A domborművek nem tudni, hol vannak. A ötvös tanítványom szeméttárolókat csinált, de úgy, hogy azt csongrádi gyárakban meg tudták volna csinálni. Megtervezték. Nem lett belőle semmi. A belső építész tanítványom az meg valami olyan mintás bútorokat, konyhabútort tervezett, hogy elálljuk mindenki, mert hogy a Velencei Biennálén utána 2 héttel, de ő előbb csinálta, ilyen mintával nyerték meg a nagy díjat. Úgyhogy nem akárkik, ezek is szerencsétlenségükre elmentek már az egyik Ausztráliába, de itt van a Lukácsi László, aki Kanazavába a Glass Art üvegművészeti világ biennálén megnyerte a nagy díjat. Miután itt nem vették be a nagyszerű iparművészek a kiállításokra, és ő mindig csinálta a maga üvegeit, mert hogy a legtehetségesebb szobrász tanítványom volt, de egyszer tanár úr, én nem lehetek szobrász. Miért? Hát mert az apám, meg anyám, meg az egész család üveges, az üvegesek egyesületének, ami siküveg, drótos üveg, mindenféle üvegesnek az apja volt a főnöke. Én nem tudtam addig.
és hogy nincs csak üveges. Jó van, Laci, legalább nem ez a ilyenkorász képzőművész élet vár rá, lesznek jó munkái, mindig nyugodtan élhet. Hát erre mit csinált? Üvegszobrokat csinált. Amit az ivarművészek, ahogy mi mondjuk ivarművészek, nem vettek be a kiállításokra, ilyen szobrokat csinál. És egy barátja azt mondja, hogy volt Amsterdamban, és ott látott üvegszobrokat. Te kiviszem az egyiket, a tiédet. Kivitte. Már is jött a telefon, hogy még kell, meg New Yorkba kell, meg Tokióba kell, csak Magyarországra nem kellett, és az egyik galéria elküldte erre a világkiállításra az ő üvegszobrát, ahol ő nyerte a nagy díjat. Aztán szállt le a repülőgépről, akkor már ott volt minden tép, mert meghívták, küldtek neki jegyet, hogy azonnal menjen ki a díjkiosztásra. Jött haza, szállt le a repülőről, ott már ott álltak mellette az iparművészeti főiskolai tanárai, hogy az én tanítványom, ő meg lejött, így odébb ment, azt mondja, hát én a Tóbjelentől tanultam ezt a mesterséget. Úgyhogy máig is nagyon szeretem. Legutóbb a tavaszi művészeti vásáron a legdrágább magyar szobor, valami ekkora kis üveg, valami 9 millióra volt beárazva, azt ő csinálta. Tehát ő ma a legdrágább szobrász. Úgyhogy szóval én próbáltam ilyeneket idehozni, de akkor kiderült, hogy nem kértem meg a Csongrádi Művésztelep társadalmi vezetőségének engedélyét, nem a várost, hanem van egy külön, és hogy azonnal takarodjanak haza, úgyhogy kénytelenek voltak hazamenni. Nagyon sajnálom, hogy nem dolgoznak ide azóta is, csupa világhíres fickó. Hát a belváros, ja, szobor még, ezt meg kell mondanom, a Máté Pistáig kérték, hogy nevükbe is beszéljek. A háborús emlékmű már alig látszik. Fák vannak előtte, meg minden. Míg annak idején, míg a Pozsár Ferivel kimentünk oda, mert hogy valami borzasztó lámpákat terveztek elé, és én azt mondtam, hogy azt már azért ne. És akkor kijelöltük, hogy hol legyen, milyen világít. Ő azt megcsinálják, azóta se csinálták. Viszont már az úgy volt megkomponálva, hogy a téren erről a sarokról, meg erről a sarokról, meg minden onnan azért látszódjon. Most már elől egy ekkora kis nyíláson jó, ha látszik. Ugyan a futót, ami tavaly benőtte, azt levágták, de máshol nem ilyen emlékműveket, hanem akármiket halálosan reflektoroznak, kivilágítanak. Itt meg azt se tudja egy látogató, hogy van itt egy ilyen, pedig a maga nemébe korszakalkotó háborús emlékműnek számított, mert minden emlékművön a halottak neve külön táblán vagy a földön volt és azon tapostak, vagy valami ülő alkalmatosságnak a háttáblája volt. Miért csináltuk először, hogy a hősöket egy diadalívbe vagy egy templom bérletbe helyeztük, a kaput kinyitottuk, egy kicsit az örök világra nyitva, és egyrészt jelképes, másrészt pedig megbecsültük, nagyra becsültük, azt a 900 halott rajta van a nyíló szárnyakon. És utána elkezdtek utánozni mindenhol. De ez is egy első, nem azért, mert én is benne vagyok, nem magamat akarom itt tömjénezni, hanem azt is, hát meg kéne becsülni. Borbás Tibor meghalt már a Tisza szobra, idáig növi már az az őt fekvő tuja, de azt se vágja le senki. Egy szobor az egész beszobor, nem úgy, hogy a lábát nem látom, vagy az alsó részét. A kubikusnál ekkora magas növény van mögötte, a fél talapzat nem látszik, hát nem tudom. Azért ezek nem akármik. Jó. Köszönjük. Igenis. A parancs az parancs. Nem parancs. Amiket itt hallottunk, azokról szerintem jó néhányan abszolút nem tudtunk. Azt már látjuk, hogy sokkal. Kétszer-háromszor ennyit. Lesz jövőre is. Nem tudom, van-e még
valakinek hozzászólása. Egy kis István Plutó. Lacikán, te nem szólasz? Köszönöm szépen, rövidebb leszek, ígérem. Arról szeretnék beszélni, hogy szó esett az első napirendi pontban a média és a sport kapcsolatáról. Úgy gondolom, hogy azért dicsérő szavakat is lehet mondani, hiszen a Csongrád Televízió, valamint a Csongrád Rádió azért napirenden foglalkozik a sporttal, a sportélettel, közli mindig az eredményeket, ugye a mérkőzések időpontját, bármi fajta sportesemény van. Ugye van a Csongrádi Hírek újsága, ami szintén ugye el lehet mondani, hogy bőséges sport terjedelemmel rendelkezik, viszont van nekünk egy másik újságunk, a Városi Hírmondó, úgy gondolom, és hát ugye azért ott azért vannak hiányosságok, úgy gondolom az is egy csongrádi lap, és én körülbelül 2 év ezelőtt ugyanitt álltam önök előtt, és elmondtam, hogy ott a labdarúgás kicsit csorbát szenved. Ugye akkor még a Hajdanikó által vezetett Csongrád Televízió ugye kizárta a labdarúgást teljes mértékben a tévéből. Most az az érzésünk, hogy ebbe az újságból is ki lettünk zárva. Ez példa lehet arra is, ugye, hogy volt a műfőspálya átadása. Az egyik sajtóban ugye megjelent ugye a szalag átvágásnál ugye a polgármester úr képviseletes tagjai, jó magam. A másik újságban viszont ott ugye a Tiszapartos elnökét levágták, valamint a köszöntő szavakat elfelejtették közölni. Úgy gondolom ez kicsit kellemetlen, hiszen én éltem a lehetőséggel, hogy megköszönjem a támogatóknak a felajánlását, ez sem jelent meg. Én úgy gondolom, hogy folytatódik a labdarúgás ellenes tevékenység ennél az újságnál, hát remélhetőleg ez nem sokáig fog tartani. Én kérem polgármestert, hogy beintézkedjen, mert úgy gondolom, hogyha egyik újságban van lehetőség bemutatkozásra, másik újságban is kellene, hogy legyen, hiszen nem csak a felnőtt labdarúgásról van szó, hanem itt az utánpótlás gyerekekről, akik nagy sikereket érnek el, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen be kell mutatni minden sajtóorgánumba őket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt a részét a Hírmondó vagy nem foglalkozik a sportát, pont a legutóbbiban azért 3 eredményes sportoló szerepelt benne, illetve kicsivel több, akik azért jegyzett eredményeket érnek el. Természetesen az eredményeket, amennyi bejutatják a szerkesztőségbe, azok le lesznek hozva, de úgy gondolom, hogy nem szerencsés, hogyha bármelyik média alapvetően egy-két sportág túlsúlyos. Ez a másik médiákra is igaz. Én úgy gondolom, hogy megjelenési felülete minden sportegyesületnek megvan. Ezt a későbbekben is kívánjuk biztosítani, akár a Városi Honlapra is, hogyha eljuttatják az eredményeket, akkor azt felrakjuk a külön sport rész alá, de mindez idáig a honlap szerkesztői nem kaptak például a labdarúgóktól anyagot, legutoljára akkor, amikor a sportrészt frissítették, tehát mondom, ez legyen 2 oldalú ez a kapcsolat, és hát remélem, hogy ilyen probléma a későbbiekben nem fordul elő, de az, hogy nem foglalkozik a Hírmondó sporttal, azt én mondom, pont a legutóbbi lapszám cáfolta. Hála Istennek vannak olyan eredményeink, ami Európa-bajnoki, országos bajnoki szintű, vagy pedig olyan, hogy egy 10 éves kislány felnőttek között tud úszni felnőtt szintidőt. Tehát az eredmények elég jelentősek. Valóban igyekszünk minden sportágat megjeleníteni, így majd a labdarúgás is, hiszen azért volt itt egy országos szinten is ismert meccs, nem olyan régen kupatalálkozó, amikor egy NB1-es csapat látogatott ide Csongrádra, és országos hírű eredményt sikerült elérnünk, tehát én úgy gondolom, hogy majd erre én is oda fogok figyelni, hogy az arányosság legyen meg, tehát úgy gondolom, hogy minden sportágat, minden eredményt, akit ő információjon, azt a Városi Honlapon is meg tudunk jeleníteni, és természetesen az újságban is, de én úgy gondolom, hogy egy újság sok mindenről kell szólni, nem csak a sportról, és azért én most már ne haragudjon az Egyesület Elnök úr, a Csongrádi Híreknél van, hogy tehát ami helyes, hogy annyi sport van, csak néha nem sok minden van mellette. Köszönöm. Van-e még további hozzászólás?
Jó, jegyző úrhoz érkezett egy bejelentés, ezt most kapta meg, és azt röviden ismerteti, és akkor utána, mivel más hozzászólás nincs, a közmeghallgatást majd be fogjuk rekeszteni. Megkeresés Pintér Sándorné Móra Ferenc rakpart 27 szám alatti lakostól, akit részt venni nem tud a közmeghallgatáson, de kérte azt, hogy ismertessük az igényét. Megkeresés lényege az, hogy a gyalogosok, kerékpárosok védelmében ugye mindenhol kerékpárúttal nem rendelkezünk, de javasolja ugye Pintér Sándorné, ha lehetne, különösen a Szőlőhegyi utca ilyen forgalmas utca, ebben a bizonyos sárga csíkos megjelöléssel kijelölni a kerékpárút, a kerékpárosok által használt részt, és így fölfesteni. Továbbá, mivel ez a nagyon forgalmas utca, javasolja a Szőlőhegyi úton térfigyelőkamerák elhelyezését szintén a biztonság és annak a rögzítése érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a megjelenést. Köszönöm, hogy díjazottai próbúrbe és díszpolgáraink közül többen jelen voltak az ülésen, és tiszteletüket tették. A legközelebb a törvény értelmében egy év múlva találkozunk, de természetesen mind a képviselők, mind a polgármester hivatal rendelkezésre áll, nem csak azoknak, akik ma itt voltak, hanem minden csongrádi polgárnak problémáikkal keressék nyugodtan képviselőtársaimat, hivatalt, személyes engem, és amit tudunk, azt megoldunk, és remélem, hogy minél több ilyen lesz a jövőben. Köszönöm szépen mindenkinek!